No, emberek, itten vagyunk újra, szakásos felvételünkkel, majdnem azt mondom, hogy júliusi felvételünkkel, de augusztusi felvételünkkel. Mielőtt belevágnánk, tudjátok, nagyon röviden, csak a kis belépőket, római 1-es, ne higgyük el azt, amit mondok, római 2, lazasság, könnyedség, szabadság. Római 3-as, mi ezt ingyen csináljuk, ez egész felvételeket, nem azért, mert van bármilyen szándékunk, én gyakran elmondom, hogy ezt egy olyan könyvtár jelleggel képzelem el, hogyha eltelik még 10 év, és azt csináljuk, akkor lesz egy olyan anyag, olyan változatos tematikájú anyag, amihez bárki bármikor hozzányúlhat, és a könyvtár sem mondja azt a könyv, mikor elmész a könyvtár előtt az utcába, nem ugrik rá, és azt mondja, gyere, olvass el. Úgyhogy nincs semmilyen csatornépítés, meg influencer szándékunk, ezért nincs semmilyen reklám, meg nincsenek itt ilyen szponzorált videók, nem is tervezzük. Ennek ellenére vannak jó pár, akik támogatják a munkásságunkat, ezt nagyon szépen köszönjük, mert hát mi is a pénzből élünk. Hogyha nagyon szépen köszönjük Mártának, Beredetnek, Fruzsnának, Anikónak, Eszternek, Krisztinának, Dávidnak és Melindának, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel és a bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat, hogy itt lehessünk. Sőt, külön köszönöm azoknak is, akik az étlosztásunkat támogatják, tudjátok, szoktunk ételt osztani, meleg ételt, amikor meg tudjuk oldani. Úgyhogy jön az ősz, meg a tél, most mindenképp megint rá fogunk erre is jobban feküdni. Úgyhogy mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet és a támogatást, illetve azt, hogy nem csak úgy élünk, hogy kielégítjük az ösztöneinket, hanem úgy, hogy tudatosabban próbálunk létezni. Oké, és mielőtt belevágnánk, rengeteg kérdés van, nagyon-nagyon sok, megint több, hát nem tudom, már 1000 felé járunk, nagyon sok van, úgyhogy úgy fogjuk csinálni a dolgot, hogy a mai nap fölveszünk majd még egy felvételt, ennek az előadásnak a második részét, tehát hogyha valaki küldött kérdést most erre a hétre, akkor majd nézze meg a következő felvételt is, mert lehet ott fog tudni neki válaszolni. Ha pedig nem tudok válaszolni ott sem, akkor meg igyekszem majd ilyen rövid felvételeket csinálunk majd, és ott. Tehát valahogy igyekszem válaszolni, de nagyon sok kérdés van. Megérzem a kérdések többségéről, különben már beszéltünk. Kérek mindenkinek, van valami kérdése. Tegyem már meg annyit, hogy fölmegy a YouTube-ra, és akkor beüti a kérdésének a kulcsszavait. Ugye, van ilyen lehetőség. És akkor ott kidobja, hogy a halál meg ének, mert nagyon sok kérdés van állatokról, növényekről, életről, halálról, amiről beszéltünk már. Nagyon szívesen elmondom újra, hát ezért csináljuk, tényleg. Csak nem mindig van rá idő, hát látjátok. Jó. No, fussunk neki. Kedves Krisztián, olvastam a napnézésről egy leírást, amely szerint, ha napról napra egyre hosszabb ideig nézünk lenyugvó vagy felkelő napba, 9 hónapot eljuthatunk oda, hogy képesek leszünk az agyunk 50%-át használni 6-12 helyett. Ez mennyire lehet igaz? Hát figyelj ide! Első körben nézzük meg a dolgot objektíven, aztán megnézzük meg gyakorlatiasan. Római 1-es valószínűleg sem ennyire. Nem tudom, nem próbáltam ki. De tudok sokat, akik csináltak hasonlót. Nem volt látványos változás. Volt, de nem a nap miatt, hanem azért, mert 9 hónapig volt rendszer az életükben. 9 hónapig fölkeltek és figyeltek. 9 hónapig nem csak rohantak, hanem volt idejük magukra. Hát hogyne, ez mindenképp változást okoz. Római 2. Ez, amit szoktak mondogatni, hogy az agyunknak csak a 9-10%-át használjuk, ez nem igaz ilyen téren. Az agyunk 100%-át használjuk állandóan, az egész agy dolgozik, majdnem az egész. A kérdés kulcs a mélysége, vagy a magassága. Amikor valaki 5 km/h fut, épp úgy minden izmát használja, mint aki 40 km/h fut, érted? Mégis 40 km sokkal hát gyorsabb, ugye ő sokkal hatékonyabban használja ugyanúgy azt a 100%-os izomzatát. Magyarán nem arról van szó, hogy az agyunknak csak 5%-át használjuk,
bár így is lehet látni a folyamatot. A valóság az, hogy 100%-át használjuk, csak sokkal korlátozottabban, mint ahogy használhatnánk. Ez igaz. Hogy a napnézés ebben segít-e, nem tudom. Ezért Római 3, próbáld ki. Próbáld ki. De egyértelmű, a leírás is jó, tehát ne a déli napba bámoljunk, hanem lenyugvó és felkelő nap, így van. És az sem nagyon mereven, és nagyon okosan, tehát azért figyeljünk erre oda. Római 3, ennek amúgy régi hagyománya van, tehát ha olvasod az ilyen régebbi pindi írásokat, védákat és hasonlókat, régi indiai tanításokban is, azért mondom az indiaiakat leginkább, mert nagyjából azok tekintnek a legnagyobb múltra vissza. Tényleg mennyire az indiai védákat is, hát ilyen milliárd évekről beszélnek. Mindegy, hogy igaz vagy nem igaz, nagyban gondolkodnak. Tehát lényeg a lényeg, hogy régi hagyomány van ennek, de nem általában inkább egészség megőrzése használták, több olyan legenda is van, ahol a herceg kisasszony, vagy a királylány vak volt, és akkor 9 hónapig, 12 hónapig nézte a napot, és látni kezdett. Ugye ez egyértelmű, inkább egy metaforikus. Tehát valóban adhat fejlődés, változást. Próbáld nyugodtan ki. Emberek, értsük meg a következőt. Nagyon sok ilyen kérdést kapok, nem csak most, mindig. Hogy ilyen módszer, olyan tanítás, ilyen technika, olyan technika, ilyen vallás, ilyen gurú, ilyen mester, hogy ez valóban működik-e. Emberek, minden működhet, minden technika működhet. Nem a technikán múlik, hanem rajtad. És még nem is a kvalitásnál a képességeden múlik, hanem azon, hogy épp abban a pillanatban milyen lelki-szellemi állapotban vagy, hogy épp az életedben hol tartasz. Minden ilyen technika, újra mondom, minden vallás pont olyan, mint egy könyv. Amikor 16 évesen, 18 évesen elolvastál egy könyvet, különösen nem tetszett. Elolvastál 10 évvel később, és oda voltál, és zseniálisnak tartottad, és úristen, és elképesztően meghatározó volt, elképesztően sokat adott. Tehát nem azon múlik soha egy technikának a hatásfoka, hogy milyen a tanítás, milyen a mester, jaj, dehogy. Azon múlik, hogy épp te milyen állapotban kaptad, épp milyen állapotban volt a találkozás. Rendben. Ha az állapot jó volt, akkor minden szuper. A napban nézés is pont ilyen. Lehet, hogy neked pont jó lesz. Próbáld ki. Rendben van, próbáld ki. Szia, Krisz! A július videóban mondtad, hogy ha valaki tökéletes személlyel találkozik és szerelmet él meg, akkor régen hordozott sérelmeket, traumákat hoz fel az emberből. Pont ilyen párkapcsolatom van, folyamatosan tépi fel az összes sebemet. Eddig tudatos voltam, de mióta ismerem, öntudatlanságba kerget és teljesen megváltoztatja, kifordítja a személyiségem. Ráadásul rengeteg dolog irritál benne és a családjával való kapcsolataiban. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor feladat-e ezeket megoldani, elengedni, amiket bennem okoz, vagy egész egyszerűen lépjek a kapcsolatból. Mondanál erről valamit? Persze. Emberek, Római 1-es, ezt gyakran elmondom újra. Két ember, vagy több ember párkapcsolatával beleszólni, az a legnagyobb büntettek egyike. Csak akkor szólunk bele, hogyha valaki kérdezi, de akkor is nagyon okosan és óvatosan. Rendben? Kettő. Soha nem mondunk semmit, hogy mit tegyél, vagy mit ne tegyél a párkapcsolatban. Miért? Hát mert a tiéd. És úgy a tiéd, hogy igazából nem az. Mert hát egy önálló egyén van benne. Nem olyan a párod, mint a kezed. Ugye? Hogy te irányítod. De mégis ott van napi szinten. Mintha a kezed néha megpuffózna, néha megsimogatna magától. Oké, és Római 3. Mint minden, a párkapcsolat is végtelen. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden, amit benne történik, az a saját korlátainknak, és a korlát nem negatív, tehát nem pejoratív értelemben használom, a saját korlátainknak köszönhető. A korlátainkkal, a felfogó képességünkkel, a személyiségünkkel, az egónkkal, az elménkkel, sőt, a lelkünkkel, a tudatunkkal, mindenünkkel alkotjuk a formát, hogy a párkapcsolat számunkra milyen, azt mi hozzuk létre, még a másik fél is létrehozza a saját formáját. Mivel egy élettérben zajlik, ezért a két forma törvényszerű, hangsúlyozom, elkerülhetetlen, hogy a két forma ütközzön. Ütközni fog. A két forma csak mindig ütközik. Ha van szeretet, ha van szerelem, ha van megbecsülés, ha van tisztelet, ha van közös rezgés, közös jövő, és ha van szándék, hogy együtt maradjunk a másikkal, akkor ezek a formák előbb-utóbb összefolynak,
úgy mondja, ugye a szaknyelv, hogy csiszolódik a két ember. És ebből lehet egy hostile párkapcsolat, akár életvégig tartó. De ez legritkább esetben szokott így történni. A kapcsolatok többsége ugye nem tart csak néhány évig, néhány hétig, hónapig. Azok, amelyek élethosszan tartnak, 1%-a, azoknak is a 90%-a nem azért tart élethosszan, mert mind a két fél egyé vált benne, és önmagát is megéli az egység által, hanem simán csak az unalom a megszokás miatt maradtak együtt. Nézd meg, nagyon sok idős pár úgy van egymás mellett, mint két idegen. Nem bántásként mondom, sima tény. Rendben. Római 4-es. Mi a párkapcsolatban ugye a tanulni való emberek, ez mindenkinek egyénfüggő. Valakinek megéri a kapcsolatot tanulni, megtanulni, elengedni, felfedezni, változni. Valakinek azt kell megtanulni pedig, hogy el kell tudni jönni. Valakinek az könnyen megy, hogy változnak kapcsolatban, hogy fejlődjön. Valakinek meg az megy könnyen, hogy azt mondja, hogy nem. És szia, kalapkabát, és elmegy. Mindig a másikat éri meg megtanulni, ami nekünk nehezebben megy. Ez teljes egyértelmű. És római 5-ös. Jó pár kérdést kaptam most erről, de mindig kapok ilyen kérdést, hogy mi a feladatom a párkapcsolatban, emberek, vagy mi az életben. Életfeladat, meg párkapcsolatban feladat, meg bármilyen feladat előre meghatározva nincsen. Olykor-olykor, sőt, mindig vannak hatások, tehát mindig vannak bizonyos szelek, amik fújnak, hogy te az ember csónak, az ember hajó, merre hajózhasson a létezés vízén, a létezés óceánján, ez igaz. De mindig lehet széllel szembe is hajózni. Nincs meghatározva, hogy neked milyen feladatod van egy adott helyzetben, egy tanítással, egy mesterrel, egy anyagi katasztrófánál, vagy egy párkapcsolati helyzetben. Rendben van. Én a következőt javaslom. Ha kapcsolat már ott tart, hogy közös az élet, pláne van néhány év, akkor ne rúgjátod csak így föl. Igen, ez néha nehéz, hogy hónapokon át tart az elszakadás, de hát valamikor csak így megy. De hogyha eljutsz oda, hogy többször is megpróbáltátok helyrehozni, ha eljutsz oda, hogy tényleg már évek óta próbálsz belül változni, és nem megy, ha eljutsz odáig, hogy már igazából, minthogyha a csónakodban ki lenne dobva a vasmacska, a horgony, nagyon, nagyon lassan megy a hajó, és leginkább csak körbe-körbe a rövid láncnak köszönhetően, akkor el kell tudni menni. Így van. De ezt neked kell dönteni, hogy maradsz vagy mész. És emberek, amikor valaki egy terhet kapcsolatból elmegy, akkor mindig elképesztő módon felszabadul. Hát hogyne, 30-50-100 kilóval leszel könnyebb. De hogyha nem vonod le a tanulságot az egész kapcsolatból, hanem hagyod, hogy te változ utána, épülj, emelkedj. Ha darabig nem mész a hatással, a széllel, akkor a következő kapcsolatod ugyanilyen lesz. Hát hogyne, nem lehet más. Miért? Mert hát ne felejtsük el, hogy a létezésünket azért valamilyen szinten önmagunk generáljuk. Ez a mi teremtjük, ez nem teljesen igaz. Ez egy ilyen közhelyes tanítás. Szoktam én is használni a kifejezést, de nem jó. A generálás, a létrehozás az jobban lefedi a valóságot, ami egy ember életében történik. Annak a 90%-át te, mint ember egyáltalán nem akarod. Hát persze, hát ki akarna rákos lenni, beteg lenni, ki akar elszegélni, ki akar, hogy meglopják, ki akar balestet, hát ki akar egy olyan szenvedő párkapcsolatot, hát senki. Ennek ellenére mégis te hozod létre öntudatlan módon a folyamatot. Oké? Kedves Letiltés Krisztián, a YouTube feldobta a videót, örömmel hallgattam végig, úgyis amiket hallottam öntől egy bizonyíték volt részemre, hogy nem beképzem a dolgokat, amik megtörténnek velem. Hosszú lenne leírni, miket éltem át. Nagyobb részét meg ki is töröltem az emlékeimből. A lelkünknek az ad nyugalmat, mikor megtanultuk és megértünk, mi miért történt, utána lezárjuk. És Svájcban élek 25 éve. Kiskoron eldöntöttem bejárni a világot, és megkeresem, miért vagyunk itt. Ez csak úgy lehet, hogy találkozol sok lélekkel, és tanulsz tőlük.
Ezért mindig ilyen munkám dolgoztam, vendéglátásban ápoló voltam, eladó, most taxis vagyok. Millió lélekkel találkoztam, megtanultam olaszul, németül, most az angolt. Csodálatos, mindig egy új lélekkel elbeszélgetni, belátni a világokba. Csinálok azt a utazást, nagyon pihentet, és minden kérdés meg van választ. Ezt is, amit itt hallottam a videóban öntől, az asztrál világban pont így mondták el nekem is. Nagyon szépen köszönöm az ősznek kedvességüket. Ne viccelj. Végülis nem volt kérdés. De volt... ez érdekes megérni, ezt meghallgatni. A lelkünknek az a nyugalmat, amikor megtanultuk és megértünk, mi miért történt, aztán lezárjuk. Ez nagy igazság. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, nem jobb az én fogalmazásom, csak hát a saját szavaim, bejáratott szavak, hogy valóban van a megélés, a tapasztalás, hogyha azt követi a felfogás és a megértés, akkor jó. Ha nem követi, akkor lesz újabb tapasztalás, mindaddig még követi majd a megértés, a felfogás és a megértés, és ezt követően pedig kell a tudatossá tétel. Ha a tudatossá tétel megszületik, akkor bekövetkezik úgymond a lezárás, vagy a felejtés. Furán hangzik ez, hogy a tudatosság egyenlő a felejtéssel, de ebben a dimenzióban, ebben a viszonylatban nézve valóban így van. Ha a tudatossá teszel egy folyamatot, egy állandóan körbe-körbe, miközben amorf módon cirkuláló folyamatot, az eloszlik, mint amikor a szappan buborék elpukkan. Erre azt mondja egy normális ember, aki jól normálisan gondolkodik, hogy ez miért tudatosság, hiszen eltűnik, hiszen a szappan buboréknek is vége van. Hát pont ezért. A szappan buborékban mi van? Hát levegő. Ha tudatossá válik, puk, elpukkan, a levegő visszatér a végtelenbe, visszatér az egységbe, egyé válik. A buboréknak a korlátja, mint olyan megszűnik létezni ebben a dimenzióban. Tehát valóban a fejlődés az nagyjából ilyen lépésekben zajlik, ha ebben a dimenzióban nézzük, nagyjából levetítve a nem csak emberi, hanem az emberhez hasonló humanoid létezésekre. Hogy a megélés az önmagában kevés. A megélése nem vagy más, mint egy kristály, mint egy mészkő csepp, mint egy ilyen cseppkőbarlangban lefolyó valami, mint egy hangya, mint a szél. A megélés olyan, mint a róka, vagy a nyúl, vagy mint az öntudatlan ember, aki tényleg az emberek 90%-a, aki megszületik, és nem csinál más, csak megéli azt, hogy éhes, hogy szomjas, hogy gyilkolni akar, hogy párzani akar, és sorolhatnám. És ez nem rossz, ilyen az élet. De a megélés előbb vagy utóbb hozza a megértést, és a felfogást, és a megértést, és az meg hozhatja magával már a tudatosságot, a jelenlétet, úgymond a lezárást, az elengedést, és abban a pillanatban a fejlődés bekövetkezik, az egyén, aki csak megélt, aki csak ilyen korlátolt volt, elpukkan, és benne lévő végtelen megéli a végtelent magát, és egy nagyobb korlátokban fogja felismerni önmagát. Egy nagyobban, hogy így fogalmazzak, mélyebben, többdimenziósban. Nagyjából ez a fejlődés emberi szavakkal elmondva, ahogy mondtad. Jó meglátás, nagyon. És gyakran mondogatom emberek, hogy tök jók a tanítók, tök jók a mesterek, tök jók az utak, a vallások. Nagyon jó lehetőségek vannak itt ebben a világban, de szükség nincs rájuk. Hát itt vagy te is. Elég volt csak a vágy, hogy az emberek felé nyílj, mert gyerekkorban megindult, és akkor ebben a vágyban simán megtörténhet a fejlődés, a változás. Rendben van, fiúk, lányok. Kedves Krisz, a halál folyamatáról sokszor volt szó. Most a születésről szeretnélek kérdezni. A lányom babát vár. 10 hét körül van. Úgy érzékeltem, mintha tudnék kapcsolódni a picúrhoz. Ez létezhet? Az osztódó kis sejtcsoport az első pillanatban csatlakozik az inkarnáddal, tudat, vagy csak később? Valóban választjuk ezt a lényeket, vagy sem? Van-e olyan lélek, akinek erre van lehetősége? Állítólag van olyan eset, amikor a tudat elkezd inkarnálódni, de megijed. A gravitáció erejét megijed, és előfordul, nem vállalja megszületést, és megtenek vetélés. Tehát a kérdés lényege a lélek és biológiai test összekapcsolódásának folyamata.
De mit gondolsz, tudsz ezekről? Emberek, amit most fogok mondani, tudjátok, ne higgyük el. Gyakran kapok kérdéseket, mert gyakran kérdezik, hogy miért mondom ezt, ne higgyük el, mert úgyis elhiszik az emberek. Remélem, hogy nem. Én nem azért mondom ezt, mert jól hangzik, hanem tényleg komolyan gondolom, már csak azért sem, mert általában megfigyeled, ezt olyan kérdések előtt, olyan válaszok előtt szoktam elmondani, ami az emberek számára nem leellenőrizhető. Az összes vallás, összes szekta, az összes őrült tanító, guru, mester, aki tönkretesz az embereket, az mind ebből él, hogy olyan dolgokat nyilatkoztat ki, ami számodra nem leellenőrizhető. És amikor valamilyen úton, módon elérni, hogy benned legyen egyfajta tudatállapot, változást, vagy meditálással, vagy valamilyen droggal, vagy zenével, tánccal, vagy imádkozással, vagy bármilyen hatással, akkor benned lesz egy tudatállapot, változás. Akkor meg fogsz tapasztalni valamit, fényeket, hangokat, érzéseket, rezgéseket, itt-ott-tam-ott, de az csak egy tapasztalat. És ilyenkor a mester azt mondja, hogy na látod, ez amiről beszéltem, most ezt te is megtapasztaltad. És onnantól fogva be vagy lasszózva a nyájba. Mert azt hiszed, hogy a mester igazat mondott, hát én is éreztem. Nem, te valamit éreztél, aztán az egód a mester befolyásolásnak köszönhetően ráharapott erre, és eltorzította az élményt úgy, ahogy a mestertől te hallottad. És még ezt sem tartom rossznak, csak nem tartom követendőnek. Ezért nem csinálunk mi ilyet. Tehát ezért mondom el azt, hogy amit el tudok erről a témára mondani, az az, amit én látok, láttam, én tapasztaltam most is, tehát ez nem úgy megy, hogy emlékszem a születésem előttre, hanem megélem azt az állapotot most is. Mindegy. Lényeg a lényeg, hogy tehát van benne tévedés lehetősége. Ezért mondom, ne higgyük el, illetve azért mondom, ne higgyük el, mert elhiszitek, amit mondok, akkor lemaradtok a saját magatok felfogásnak a lehetőségéről. És ez azt jelenti, hogy akkor is ártanék, hogyha amit mondok, az igaz. Mert számodra nem lesz igaz azért, mert elhiszed. Érted? Tudsz-e kapcsolódni a picúrhoz? Ez nagyon érdekes kérdés. A valóság az, hogy igenis, meg talán nem is. A születés mindig egyénfüggő. Itt kérdezted, hogy mikor csatlakozik az inkarnáló tudat. A következőt kell megértened a folyamatról. Nem könnyű elmagyaráznom, mert a szavaim tévednek, de hát minden szó téved ebben a kérdésben is. Nincs olyan, hogy a lélek belebújik a testbe. Nem. Úgy képzeld el, mindegy, hogy tudod, vagy lélek, nem számít, most ne akadjunk ki ezen. Úgy képzeld el, hogy van maga egy sokdimenziós egyén, aki a maga korlátai véget, a sokdimenziós korlátai véget, még él egyfajta okokozati időrendi sorrendet. Ez sokkal korlátlanabb, mint itt az emberi okokozati sorrend. Itt az emberek világában van a múlt, amire emlékezhetünk, ugye, és van a jövő, amire meg nem. Egy sokdimenziós egyén, mondjuk egy lélek, ez korlátlanabban éli, emlékezhet a jövőre is, illetve megélheti a múltat is önmagának. Tehát nem arról van szó, amit szoktak mondogatni, hogy szándékosan összetöpöríti magát, hogy bele tudjon bújni egy kis zigótába, egy kis testbe. Nem. Hanem nagyjából a születés úgy zajlik különben, mint most a normális élet. Van ez a korlátlan sokdimenziós egyén, nevez léleknek, aki a maga módján él egyfajta többdimenziós okokozati sorrendet. Ezért simán meg tudja élni azt, hogy egy része, mint most neked mondjuk, egy részed megkeményedik. Például most neked nagyon sok hatása ér, és ezért képes leszel mondjuk erővel odaszólni, odahatni valakire. Ez azt jelenti, hogy a saját érdekeidnek köszönhetően lezáródsz a másik ember irányában, nem lesz empatikus felé, mikor odaszólsz neki, hogy tedd már ezt, mert ezt kell tenned, akkor nem érzed az ő fájdalmát, az ő szenvedését. Te bizonyos részedben megkeményedtél. Ez amúgy teljesen normális. A lélek számára is ez történik, egy bizonyos része úgymond megkeményedik. Ez hívott testnek. Tehát nem arról van szó, hogy van egy test, ami független a lélektől, és a lélek meg belebújik. Nem. Az azonosulás önmagával azonosul, nem is azonosul, mert hát önmaga marad önmagának, csak keményebb lesz, zártabb, darabosabb. Nagyjából a sokdimenziós folyamat így zajlik. Most, hogy milyen születési formán keresztül, hogy milyen idegrendszereken, milyen sejtkapcsolatokon keresztül
Ez már csak nézőpont és dimenzió kérdése. Ezen el lehet molyolni, több millió évig lehet azt nézegetni majd, hogy a kis genetikai hálóból hogy jönnek létre a dolgok. Végtelen a folyamat. Minden normális tudósnak sok százezer évig adni fog fejtegetni valót. De a lényeg nagyjából ezt most elmondtam. Oké? Na, hogy mikor történt meg az eszmélés? Mert valóban ez így van, saját emlékeim szerint is a születése válogatja, hogy így fogalmazzak. Van olyan állapot, amikor már az elején megéltem, hogy keményedem. Ez azt jelenti mondjuk ember lefordítva, hogy már tényleg a kis zigótát, a kis néhány sejtet már önmagamnak tudtam megélni. Fölfogtam. És volt olyan állapot, amikor csak azt éltem meg, hogy már oá, már a megkeményedésben eszméltem úgymond föl arra a helyzetre, hogy ez itt van, mint amikor már veszekszel valakivel, és akkor jössz rá, hogy úristen, hát 9 hónap ezelőtt sokkal jobban tudtam szeretni azt az embert, nem voltam vele ennyire kemény. Remélem, érthető az analógia? Oké. Tehát nincs arról szó, hogy van meghatározott idő, hogy ki mikor kapcsolódik a testhez. Nincs arról szó, hogy belebújik, kapcsolódik hozzá. A test maga a lélek. Hogy mikor eszmél erre rá az egyén függő. Épp ezért bármikor bekövetkezhet az, hogy te rá tudsz hangolódni valamilyen szinten az egyénre, aki a testben, a keménykedésben, a keménységben is benne van, magyarán így van, tud kapcsolódni a lélekkel. Onnan fogod tudni, hogy ez valóságos, hogy nem egy gyermeki lelket fogsz érezni. A léleknek nincs kora. Az összes látnok, sámán, tanító, mester, boszorkány, kártyavető, aki képes arra, hogy a meghalt gyermekeddel, meghalt unokáddal, 5-6 éves unokáddal kapcsolatot teremtsen, és akkor a gyermek ilyen gügyökbe fogja neked elhitetni veled, hogy most a unokád van itt, az hazugság. Nagyon ritkán megesik. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Az eset többségében nincs arról szó, hogy valaki megélni valamilyen szinten is az életkort, akkor, amikor a teste még sok dimenzióban létezik, tehát igazából nem anyagi. Rendben. Tehát igen, a kérdésre válasz az, hogy létezhető kapcsolódhatsz, mert a kapcsolódás örök. Hát hogyne? Azért, mert most éled meg újdonságnak, hogy a unokád jön, a számodra csak újdonság. A létezés végtelen milliárd év milliárdjában, meg a dimenziók milliárdjában, hát az állandó folyamatos kapcsolódásban vagytok, egyek vagytok az unokáddal, a lányoddal. Most itt külön testek vannak, és ez amúgy jó dolog. De összességében nincs határ. Minden dimenzió más határ van, hogy így fogalmazzak. Rendben? Valójában válaszoljuk a szülőinket, vagy sem? Ez mitől függ? A következő tapasztaltam. Mindig van választás, hogy úgy fogalmazzak. Nem mindig. Valamikor ez a keményedés folyamata, a testnek, ahogy létrejönnek folyamata, a születés folyamata, ahogy hívod, valamikor abszolút független az egyéntől zajlik, mint minden, mint az életben is most engedett lók tőled független. Valójában nem. Valójában pont az előbb beszéltük. Mindenben ott vagy, ami létrejön, de nem szándékosan teremted. Nagyon sokan megélik a születést úgy, hogy nem szándékosan születnek, nem szándékosan állnak össze, keményednek meg egyfajta testé. Ők semmilyen szinten tudnak beleszólni. De még számukra is vannak olyan hatások, tanítók, segítők, akik ezt a folyamatot felügyelik valamilyen szinten, hogy így fogalmazza. Hogy ők sem születnek véletlenül valahová. De az estek többségében nem arról van szó, hogy személyre szabottan születni kell valakihez, tehát az unokát nem biztos, hogy szándékosan hozzád jön az estek többségében, csak az van úgymond meghatározva, az van valamilyen szinten segítve, hogy az a minőség, az a rezgés, ami a gyermeknek a kiteljesedéséhez majd kell, hogy az a virág, aki megszületik, az a mag, amiből majd a virág lesz, az a mag összességében semleges. Itt emberi világban a tulipán magjából tulipán lesz, a rózsából rózsa lesz, a magból tölgyfa lesz. De a létezésben nem. Amikor egy gyermek, mint mag megszületik, abból bármi lehet. Vannak persze határok, de egy tulipán jellegű magból is lehet tölgyfa, amelyik tulipánt fog érted virágozni.
Tehát, hogy nincs ennyire meghatározva. Épp ezért nagyon sok múlik a nevelésen, nagyon sok múlik azon a minőségen, hogy a gyermek milyen szülőkhöz, nagyszülőkhöz, milyen élethelyzetbe kerül. Na ez meg van határozva, valamilyen szinten, meghatározódik. Tehát nem a személy, érted, hanem a lehetőség, amit a gyermek kap. Ha ezt megkapja Franciaországban, USA-ban, Afrika közepén, Kínában, nem nagyon van választás. Zajlik, forog a kerék, dimenziók így pörögnek. Marha érdekes a születés, egy ilyen, van az életvirága nevű, tudjátok, ez a mindenféle körök meg, nagyon sokan szeretik ezt, és túl is ragozzák. A valóság annál sokkal egyszerűbb és sokkal összetettebb. Ilyen végtelen számú, egységben pörgő életvirága van, mint amikor a csakrák pörögnek, és ilyen nem 6 szög meg 12 szög, hanem ilyen milliárdnyi szögekben. Nagyon érdekes, ahogy ezek dimenziók így összecsúsznak, és ezáltal ilyen születések, keményedések jönnek létre. De ez független maga a folyamat a benne lévőktől. Kivéve, ha valaki valamiért tudatos erre az egészre, megesik, kevesen vannak. Ők úgymond szándékosan választanak egyént, helyet, időt. Ezek sem mindig jönnek össze. Többször is elmondtam, mikor ezt kérdezték tőlem, hogy én szándékosan választottam, és több időm volt. Magyarországot, tehát apámékat is választottam egyszer korábban, 71-ben, tehát 4 évvel korábban, mint hogy sikerült, de az nem jött össze. Anyám elvetette azt a lehetőséget. Akkoriban még ezt titokban kellett tartani, soha nem is mondta szegény. Nagyon meglepődött, mikor egyszer elmondtam neki, voltam már 16-17 éves. Hogy ezt honnan tudom? Akkor már tudta, hogy nem normális a gyerek. meg volt lehetőségem az egyes államokba is születni, Minnesotában. De nekem is szimpatikus volt a hely, jobban örülök ennek az egésznek. De ez ritka. Jó, és ezt ne vegyétek készpénznek, ha valaki ezt mondja magára látlában, csak beszélőzte vissza. Én sem mondanám, ha nem kérdeznétek. Van-e olyan megijedés, visszafordul? Láttam ilyet. Nem is az, hogy megijed, bár, de valahol de. Emberek, az anyagi dimenzió az egy kemény pálya. Szóval láttam sok mindent, meg éltem sok helyen. Az egyik legkeményebb az anyagi világ. Ez egy nagyon erőszakos dimenzió. Maga a létezés erőszakos. Hát nézd meg a univerzumban a galaxisok, hogy robbannak, hihetetlen energiák, fekete lyukak, a nap, ami életet ad, ugye ad a fenét, hát a legnagyobb pusztító a nap. Mégis itt nekünk most életet ad, hát hogyne? Tehát, hogy nagyon érdekes egész univerzum, nézd meg az emberi életet, ugye, ölsz, hogy élhess, minden nap ölsz, megölöd a répát, megölöd az állatot, hogyha azt mondod, hogy majd eszem műkaját, akkor is ölsz, minden levegővétellel, bacillusok és egyéb kis részesség életek milliárdját ölöd meg. Tehát más ez a dimenzió, kemény pálya. Hogy megijed a lélek, nem, inkább tudatossá válik, és hirtelen megéli egy villanással, mondom más a téridő szerkezet, átéli az életét, amit itt élhetett volna, és nincs rá úgymond szüksége. Olyat is láttam, hogy egyszerűen a hangolódás nem sikerült, ez a keményedés, mint olyan, gondoljatok bele, az, hogy te most nem vagy malac, az a genetikádban egy ilyen tolvonásnyi változás. Az, hogy most te nem vagy éppen autista, vagy nem vagy valamilyen szellemi lelki betegségnek a kivetülése, az egy hajszányi tolvonás. Tehát, hogy hihetetlen precizitással áll össze a létezés. Megesik gyakran, hogy ez nem sikerül valamiért, és akkor bekövetkezik egy halva születés, vagy egy gyors csecsemő halál. Tehát itt igen, vagy egy vetélés. Tehát nem mindig tudatos a döntés, valamikor egyszerűen csak így alakul, így jön össze. Rendben van. Jó pár nőtől hallottam ezt, nagyon komoly traumákat éltek meg ezáltal, hogy volt egy vetélésük, vagy akár több is, vagy volt egy csecsemő gyerkőt, aki meghalt fél évesen, egy évesen. És utána azt élték meg, hogy ők nem lehetnek anyák, mert hát nem tudtak gondoskodni, nem tudták életben tartani ugye az életet, amit nekik megadatott. Lányok, ezt nem jusson magatokat hibáztatni ilyenkor. Jaj, dehogy. Rendben. Szurkolok majd nektek.
Egy gyerek az mindig áldás a családban. Nagy, nehéz áldás, de áldás. Kedves Krisztián, voltam 2 éve csendtáborban, azt figyeltem meg, hogy sokat sétáltál. Én is olyan pár hónap, én is próbálok naponta 6-7 km-t sétálni, nagyon helyes. Milyen figyelő technikát lehet gyakorolni séta közben? Vagy te a sétlás mire használod a hétköznapokban? Elénte podcasteket hallgattam, most már elcsendesültem, és már csak megyek. Néha figyelem a légzésemet. Nagyon jó, nagyon jó. Erről beszélek, emberek, így van. El kell kezdeni valamit csinálni, és hagyni kell, hogy változzon. Pontosan. Tehát csináld ezt tovább. Most már a podcastot elhagytad. Most már néha levegőt figyelsz, néha a sétádat figyeled. Hagyd el ezt is. Meglátod, hogy mi lesz. Hogy a csend hová mélyül. Hogy azáltal, hogy nem tudsz mit figyelni, azáltal a dolog hogyan fog változni. Nagyon jó. Emberek, értsétek meg. Tudom, hogy kényelmes, kellemes, és talán még hasznos is mondjuk kérdéseket tenni föl nekem, mert kapsz rá választ. Hogy tök jó eljárni a tanítóhoz, mesterhez. Olyan sokszor hallottam ezt, hogy valaki az lett buddhista, vagy zen, vagy taoista, vagy katolikus, vagy krisna hívő, mert hogy végre minden kérdésre választ kapott, végre először neki el tudta valaki magyarázni, hogy mi a lélek, meg mi az élet értelme. De emberek, ez csak azt jelenti, hogy kiszolgálták az egódat. Hogy egy újabb maszkot vettél magadra a színházban, a 362-re, a 363-at is fölvetted. És ez sem rossz. Nem mondom, hogy rossz, csak nem valódi. Ez a valódi, amikor csinálod, és haladsz, és elengeded, és elengeded, és észreveszed, és elengeded. Oké? És nagyon jó, csak csináld. Mindig, egy havonta, két havonta van kedved idő, nyugodtan számolj be egy ilyen e-maillel, egy ilyen kérdéssel, hogy éppen most mit éltél meg a sétlás közben. Buddha is így kezdte, csak ő ült. Tök mindegy. Oké? Okay. Ülve sétált. Te meg sétálva ülsz. Szia, kedves Krisztián! Voltam a táborban, minden nap terveztem a szökésemet, de valami mégis ott tartott. Utólag így jól tettem. Több éve hallgattam a tanításodat, személyesen csak most találkoztunk. Nem találtam semmi hamisságot, tiszta, könnyed, mindenmit éreztem. Lenne egy kérdésem is. Többször megtörtént már velem, mikor egyfajta befele figyelés állapotában vagyok. Rövid időn belül megjelenik egy ilyen látomásnak mondanám, nem tudom, hogy mi ez. Egy lilásnak tűnő kötfelhő, ami mozog, és mozgás közben előbukkan egyfajta zöld fényes színvilág, mint a falelek lennének. Szerinted nem tudom, hova rakni ezt, egyfajta érzékelésnek érzem. Lehet, se képzelgek, de amúgy nem, mert látom. Tudnál nekem erre válaszolni? Hogy ne gyártsak elméleteket az élményről? Nagyon jó. Meg is válaszoltad a kérdést, hogy ne gyárts elméleteket az élményről. Ez a lényeg. Előbb is mondtam, de elmondom összesen újra. Emberek, pont ez a lényeg. Tapasztalás, fejlődés, változás, növekedés. Amikor megmagyarázod, akkor mi történik? Visszaveszel a fejlődésedből. Hát hogy? Gondolkodj egy picit. Gondolkodjatok. Itt vagy mondjuk most te. Tessék, használjuk fel ezt a nem is tudom mit, a magyarázatra. Itt vagy most te, ugye? Ez vagy te. Elkezdesz fejlődni, növekedni. Tehát több leszel. Már nem csak ez vagy, már sok kis golyó vagy, már nagyobb vagy. Te, aki itt vagy picibe, hogy tudnád valóban felfogni azt, hogy éppen mi történik? Hát nem tudod, te itt vagy picibe, az élmények, a tapasztalatok azok nagyobbak nálad, amikor magyarázod, akkor annyi történik, hogy vissza fogod rántani önmagad a magyarázatod adta biztonságos mocsárba, ami tök jó. És bizonyos téren nagyon fontos. A tudományban, a fejlődésben, az anyagi világban nagyon fontos a magyarázat. Mert a magyarázat adja a megértést adja az empirikus gyakorlatilag tudást, és abból lesz a következő létrehozás, a fejlődés. 1960-as számítógép, 2024-es számítógép. Az abakuszból eljutottak ugye mai napig. Wright testvérek ugye felszálltak, 1907 talán, mindegy, 12, mindegy, abból lett az űrhajó. Tehát nagyon jó, de lelki-szellemi szinten, amikor valaki
túl akar nőni az anyagi dimenzión, akkor nem szabad magyarázni. Tök jó megélésed vannak, éld őket, és hagyjad, hogy változzanak. És egyszer majd az fog bekövetkezni, hogy az a nagyság, amit elértél, egyszer csak azzá válsz majd te. Azt fogod megélni önmagadnak, és akkor innen nagyból simán át fogod látni a régi kicsi önmagadnak az összes rezgését, összes kis golyóbisát, összes traumáját, szorongását, félelmét, mindenét. És mikor még nagyobb és még nagyobb leszel, majd nagyon messzi nagyságból valahonnan innen arra is képes leszel, hogy egyetlen gondolattal, hogy úgymond, az összes létező problémáját ennek felold, és minden szétesne, és megindul a változás egy újabb, korlátlanabb játékban. Oké, és fiúk, lányok, ugye mondom, hogy ne higgyetek nekem, de higgyetek nekem. Most kivételesen higgyetek nekem. De nem kell elhinni, hát logikus, amit mondok, abszolút felfogható. A kicsi nem tudja valóban átlátni a nagyot. Hát hogy tudná, mert kicsike megmagyarázni meg tudja, de csak a saját maga nyelvén, a saját maga felfogási képességével. Magyarán a nagyból megint kicsit csinál. Ez egy örökké tartó játszva, mint amikor a szív dobog. Mindaddig, míg az egyén el nem jut oda, amit most mondtam, hogy amikor nagyot tapasztal, lilás, zöldes, ködök, fények, stb., akkor nem magyarázza, hanem hagyja, hogy az egész tovább fejlődjön. Hagyja, hogy több legyen és több legyen. És egyszer a nagy leszel. És ez amúgy rémisztő, ijesztő. Hát itt vagy te, intelligens vagy, csinos, értelmes. Hát van 20 év mögötted legalább, amit magadban megtapasztaltál, amiben rájöttél, hogy ez jó, aki, ami vagy. Hát persze, hogy ragaszkodunk ehhez, nem akarjuk elengedni, nem is kell elengedni, hanem hagyni kell, hogy nagyobb által több legyünk, mert amikor a most ilyen lilás, ködös, zöldes tapasztalatok valódi énné, valódi lényé, lélekké, szellemé, tudattá, mindegy, állnak össze, abban a pillanatban több leszel, mint aki most vagy, de ezt, aki most vagy, azt nem fogod elveszteni. Mert amikor ez széthullik, akkor is megmarad. Csak más lesz a formája. A rózsának más a formája, mikor illat és mikor virág. De attól még ugyanaz. Csak más a forma. Ja, rendben. Kedves Letícia, a Krisztián két előadására szeretném bejelentkezni, és a résztekre információt kérni. A végtelen mindenség valóság és lélek születése teremtés című eladások érdekelnének. Szerintem itt történt valamilyen technikai malőr, mert ugye hát ez nem nekem írt, és nem is kérdés, Letinek írta, szerintem hozzánk került valahogy. Semmi baj nincs ezzel, elmondom nagyon szívesen, sőt, már csak azért is elmondom, mert van amúgy is szolgálati közleményünk is. Meg fog újulni a levelezési rendszerünk, mert nagyon sok e-mail cím van, nagyon sok információt kéne adni, állandóan panaszkodnék mindenki, hogy nem kap elég információt, hogy nem jut el hozzá, stb. Épp ezért megújulunk, ezért lehetséges, könnyen lehetséges, hogy majd erről fogok tájékoztatást adni, amikor már a finishben leszünk, kiírjuk a Facebookra, meg elmondjuk majd mindenhol, mert könnyen lehetséges, hogy azok az emberek, akik az elmúlt évek alatt egy nem kaptak e-mailt, információt az előadásokról, a kiscsoportos foglalkozásról, most kapni fognak. Sőt, szinte biztos, hát ezért csináljuk, mert rengeteg ilyen elkallódó emberünk van, akiről tudom, hogy nem kapja meg, és nem azért, mert a Leti béna, egyszerűen csak a levelezési programunk nem annyira működőképes. Már régóta szenvedünk vele, de most úgy néz ki, hogy meg tudtuk beszélni a fiúkkal, és össze fogjuk rakni úgy, hogy jó legyen. Illetve kettő, könnyen lehet, hogy valaki, aki kapott e-mailt, de nem akarja, hogy kapjon, ezért úgymond leiratkozott, és mondta, hogy ne küldjük neki, és nem is küldtünk. Lehet, hogy ennek majd most megint kapni fog, mert hát nem tudjuk garantálni, hogy pontosan hogy fog működni az egész. Ha valaki ilyen, hogy alapvetően utálja azt, hogy rólunk hall, akkor ne pánikoljon, simán írjon vissza, és akkor kiveszik majd a listából, stb. Tehát nincs semmi probléma. Csak tudjatok róla, hogy pont az én információ áramlás hiánya miatt kicsit próbálunk változtatni, és jobbak lenni, rajta vagyunk, oké? És mindkét eladás különben lesz. Emberek,
ha bárki akar információt eladásokról, akkor vagy az lesz, hogy kapni fog e-mailt, Letinek oda, Leti rájössz egy e-mailt, hogy kérlek, küldjetek nekem infót, és mindig küldünk előre, általában egy hónappal, sokszor két hónappal korábban is már ki van írva, hogy mikor lesz előadás. Vagy megkapod e-mailben, vagy tanfolyam, vagy kurzus. Vagy pedig mindig fent van a Facebookon. Tudom, a Facebook ma már nem menő, mi csak erre használjuk, hogy információt szoktunk átadni rajta, illetve néha felgyörök egy-egy pár ilyen gondolatébresztő sort, szeretem csinálni, csak nincs rá mostanság időm. Rendben. Ezek amúgy, ez a lélek születése, meg a teremtés, ezek igazából lesznek ősszel. Lesznek. Most ősszel tartunk, majd okés. Kedves Krisztián, hogyan tudok még bizakodóban ráfeküdni az élet hullámaira, hogy lazábban vegyem a mindennapokat, és ezzel a nyugodt létezéssel segíthessem a környezetem? Már évek óta teregett az út, más országok, más emberek közé, és azt tapasztaltam, hogy sokkal lazábban veszik ezt a mi kis pillanatunkat ezen a földön. Változom magam is, de még van mit tanulni, ahogy látom, és visszatértem a szülőföldre. Figyelj ide! Római egyes. Nem kell mindent lazán venni. Az élet úgy működik, hogy van, amit komolyan kell venni, mert egyszerűen olyan. Máshogy nem lehet. Római 2. Nem azzal van baj, ha komolyan veszel, hanem azzal, amikor akkor is komolyan veszed, mikor már nem. Mikor már nem veszed komolyan, csak a rutin, az egód, az elméd rágörcsöl, és még mindig szenvedsz tőle, még mindig aggódsz, még mindig félsz. Az a probléma. Római 3. Aztán majd elég jól csinálod, jól el tudod engedni. A között javaslom. Úgy vettem észre, hogy ha valaki elkezd lelkileg, szellemileg fejlődni, változni, tudatosság, jelenlét, kis gyakorlás, akkor ez a könnyedsége kialakul. A tudatosság egy fokán az ember eljut oda, hogy rájön arra, hogy az életben a dolgok megtörténnek. Rájön arra, hogy így is, úgy is zuhannom kell, de tudatos vagyok, ezért lerakok egy párnát, és nem a betonra fogok esni, hanem a párnára. Ahogy a tudatosság mélyű jelenlét megszületik, az egyén átlátja ezt, és kiemelkedik ebből a játszmából. Nem jó szó az a kiemelkedés, mert van egy ilyen übermes rezgése, de nem tudok jobbat. A kiemelkedés inkább térben, mint sem hierarchiában értendő, oké? Majd átlátja ebben ezt a játszmát. És ilyenkor az egyén megnyugszik, mert rájön arra, hogy ő már a keréknek a közepe. Az élet események azok, amik forognak ott a kerékben kint, azok mindig forognak, de a közép mindig állandó a jelenlétben, az egyén megéli ezt, hogy ő már csak középen van. Nem történhet le semmi rossz. Mi történne? A középen semmi nem történik. És aztán ez tovább mélyül, ez a jelenlét megélés, akkor az egyén rájön arra, hogy nincs is az életben. Hogy nem vagy itt. Tudom, legtöbb pszichológus most leesik a székről. Mert tudom, milyen mentális zavarra gondolnak arra, akkor ezt mondom, hogy milyen mentális zavarban szenvedek. De összességében nem vagyok sokkal bolondabb, mint bárki más. Nem, egyszerről van szó, hogy az egyén eljut idáig. Nevezheted megvilágosodásnak, nevezheted a isteni szeretetnek, a Jézus Krisztusi állapotnak, mindegy, hogyan hívod. Allah lehelletének, ahogy akarod. A lényeg, hogy az egyén ilyenkor, és akkor úgy vettem észre különben, én sokat jártam a világban én is, hogy ez a könnyedség, lazaság kultúránként változó, de legtöbb esetben igazából csak egyfajta menekülés a valóság elől. A legtöbb kultúrában az egyének azért élnek inkább a felszínen, hogy ne kelljen megélni a mélységet. Jó? Kedves Krisz, arról a pontról kérdeznélek, amikor már egy csomó vallás, gyógyítás technikát, szakrális utat magad mögött hagyva ott állsz a szikla szélén, és hogy említetted többször is, a következő állomás az a mindenek az elengedése. Annyira félelmetes, egyben ismerős állapot ez. Az az érzés, igazából sehova se kell lépjek, de mégis valami új jön, ami nem tudom, hogy kész náluk-e. Hogyan lendülhetek át ezen a ponton?
és lehetek szolgáltál az embereknek és a végtelennek. Köszönöm a válaszod. Figyelj, ha végtelenben gondolkodsz, Istenben, forrásban, egységben, mindegy, hogy hívod, zenben, taóban, meglágosnásban, nirvánában. Ha végtelenben gondolkodsz, akkor a következőt figyelj ide. Hogyan lehetek szolgáltál az embernek és a végtelennek? A kérdés nem jó. Hogyan nem lehetnél szolgálatára az embernek és a végtelennek? Hát sehogyan. Te azáltal, hogy vagy, szolgálod a végtelent és az embert és önmagad és mindent. Hát persze. Miközben uralkodsz is. Önmagadon, az emberen, a végtelen, mindenen. Ez a kettő együtt van. Az uralkodás nem azt jelenti, hogy mindent befolyásolsz, mindent irányítasz. Jaj, dehogy. A végtelen számú korlátod dimenzió. Képzeld el úgy, könnyebb megérteni, hogy van a nagy gömb, benne egy kisebb gömb, egy még kisebb gömb, egy még kisebb gömb, és ez végtelen. Minden gömb adott tér. A kis gömbökben lévő törvények ott valóságosak és irányíthatatlanok, ott nem uralkodsz. De egy nagy gömbben élő lény a kis gömbök törvényeiben már képes uralkodni. Te a kis gömbben, a kis dimenzióban élő lény, te itt szolgálsz, és önmagadon uralkodhatsz. Egy nagy gömbben lévő élő lény szolgál sok-sok gömbben uralkodhat is, nála kisebbekben, de önmagában nem, ott nem uralkodik. Ott a lélek, a tudat egy korlátlan dimenzióban pont úgy éli az ismeretlent, pont úgy éli a felfedezés csodáját, pont úgy éli azt, amit elmondasz, hogy ott áll a szikla szélén, hogy most mi lesz. Hát azért ilyen ismerős neked az állapot, és nem csak neked, mindenkinek, aki a tudatosság, a megvilágosodás, a krisztusi szeretetben eljut idáig. Azért ilyen ismerős, mert minden dimenzióban, minden létformáddal ezt éled, abban az adott dimenzióban, ahol éppen éled. Érted? Hát hogy ne? Persze. Figyelj ide, a megoldás egyszerű. Ahogy idáig eljutottál, azt csináld tovább, majd azt se csináld. És kész. Hát hogy ne? Fiúk, lányok, amikor valaki így az úton van, és ott áll a kapu előtt, a küszöb előtt, hogy átlépje, ott már felesleges a kérdés. Tudom, jó érzés a kérdés, mert hát a kérdések által és a válaszok által jutottál el a kapuig. Itt állsz a küszöbön. De arra nincs válasz, mert nincs olyan kérdés, és nincs olyan válasz, ami neked megmutatná, hogy a kapu nincsen zárva. Mert ezt nem tudjuk elmagyarázni. Oké? Hát hogy? Neked kell letesztelni, hogy be akarok lépni, és kész. Rendben van. Szia, Krisz! Anyukám alkoholista. Próbáltam rajta kb. 15 éven keresztül segíteni, de nem ment. Most a párnak is alkohol problémái vannak, és sajnos úgy ragadok rá, hogy anyumnál is tettem. Beszólogatok neki, sérteketem, alázom. Emögött szerintem fájdalom, szomorúság, tehetetlenség, a kilátástalanság szüntedű, és a szégyenérzet van. Tökéletes meglátás, le a kalappa. Hiába vagyok rá tudatos. Amit hallom a hangján, hogy hatott az alkohol, olyan elemi erővel tör fel belőlem ez a viselkedés, hogy nem tudom el tenni. Pedig közben tudatos vagyok rá. Utána megszállom a személyes bűntudatommal. Hogyan tudnék kilépni ebből a programból? És mit tudnék neki csinálni ehelyett ahhoz, hogy neki is, nekem is jobb legyen? Azt tudom, hogy segít nem tudok, csak ha ő akar változni. Van rá esélyem, hogy az anyám alkoholizmusa által agyongyötört lelkemet meggyógyítsam? Sok mindent meggyógyítottam már magamban, ez nem tényleg mégis úgy érzem, hogy nem megy. Római 1-es. Emberek, a párkapcsolat, amikor együtt élünk valakivel, az jogot ad arra, hogy beleszóljunk a másik életébe. Hát hogyne. Mint jogot ad arra, hogy ő is beleszóljon a miénkbe. Hát persze, hiszen közös életünk van. Önálló, mert külön életünk is van, de közös is van. Ezzel semmi probléma nincsen. Római 2. Nagyon jól látod, hogy az a mód, ahogy te beleszólsz az ő életébe, hogy úgy fogalmazzak, az alkohol miatt, az nem működőképes. Le kell ülni, beszélni. Józanul, mikor mindenki józan. Ne legyen számon kérdés, ne legyen tetemre hívás, tudod.
de beszélj vele, amikor te is nyugodt vagy, és szeretet van benned, mert ha nem szeretnéd a párodat, akkor nem tennéd fel a kérdést, már rég ott hagytad volna, vagy megfojtottad volna egyik éjszaka. Oké? Tehát van szeretet. Amikor a szeretetet érzed a másikkal, és ő is azt érzi feléd, akkor le kell ülni és beszélni kell, őszintén. Meg kell érteni a másiknak, a párodnak, hogy nem azt várod, hogy azt mondja, amit hallani akarsz. Vagy nem azt várod, hogy azt mondja, amit ő szerinte te hallani akarsz. Mondjon igazat. Mondja meg azt, hogyha ő így akar élni, mert neki ez így jó, hogy megiszik napi 3 üveg sört, vagy 1 üveg bort, vagy nem tudom hogyan. Mondja meg őszintén. Tehát legyen ebben az egész őszinte. Nem kell mély elemzés, nem kell lemenni a genetikára, meg a előzetekre. Jaj, dehogy. Csak legyen ilyen őszinte te is, meg ő is. Mert akkor lesz egy helyzet, amit valamilyen úton módon lehet kezelni. Ha tudjátok, hogy mik a prioritások, mind a két félnek. Gondolom, ő tudja, hogy neked mi volt a gond az alkohollal, mégis iszik, tehát neki valamilyen ez fontos, le kell ülni, meg kell beszélni. 3. Ha ő akar változtatni ezen, akkor abba kell támogatni. Hát persze, tehát úgy gondolt, hogy valami, vagy terápiával, vagy csak otthon megpróbál letenni. Amúgy nem könnyű. Aki napi szinten iszik, azt nem könnyű csak úgy abba hagyni. Hát hogy ne? Gondolj bele, nem az akaraterőkérdés, mert a test kívánja, nem csak a szellem, meg az elme. Ráadásul az egész kultúrán nekünk az alkoholfogyasztásra épül, mindenben benne van. Legyűsz valaki beszélgetni, veszik elő a bort, ugye, welcome drink, lemész vidékre, hát nem busz meg, ne egye meg pálinkát, mindegy, hogy reggel 6-kor, este 8-kor, ott pálinkázni kell. Az ételeinknek alkohollal, az összes plakát, a hirdetések, hát az alkohol hihetetlen üzlet. Nem véletlen vagyunk 3 millió alkoholista országa, ami nem igaz, amúgy csak szerintem 2 millió. Egy fokkal jobb. Lényeg a lényeg, hogy így lehet kezelni, oké? Nem, tehát nagyon fontos, hogy ő is tegyen ebben az ügyben. Római 3. És itt te meg fogod látni, hogy mi az, ami neked van lehetőség. Hogy vagy az, hogy felállsz, vagy az, hogy maradsz. Oké? És Római 4. Hogyan old meg magadban? Ez a legjobb út különben, amit mondasz. De azért mondtam az előttem lévő, azért mondtam a korábbi válaszokat, hogy nem az egyetlen út, illetve a másik veled van. És őszintén mondjuk elmondja, és te őszintén azt mondja mondjuk, hogy ezen akar változtatni, és le akar tenni a piát, vagy csak nem akar ennyit inni. Akkor nem véletlenül vagytok egy táborban, egy családban. Tehát nem csak arról van szó, hogy neked lehet ebben a helyzetben javulni, hanem neki is. Ezáltal adhattok egymásnak sok mindent. Magadat hogyan kell javítani? Amit most mondok, ostobán hangsz, de próbáld ki. Lehet, hogy te soha nem iszol. Ha így van, akkor így áll. 1, 2. És figyelned magadat alkoholizmus közben. A túlzás, hát 2 pohár bor közben. Ha meg már itt áll alkoholt, akkor emlékezz vissza, hogy milyen volt. Hogy mi az az élmény, az a más élmény, amit az alkohol neked adott. Az a felszabadultság, az a könnyedség, az a lazaság. Valami van több. Nagyon profin leírtad, hogy mi van benned, tehát te jól látod magadat. Nézd meg azt, hogy mi az az öröm, mi az az élmény, az a pozitív élmény, amit az alkohol ad. Mert akkor ad egy, ezt adja neki is, a másiknak, ilyesmit. Át 2, itt van az, ami probléma. Mert ez a pozitív élmény, ami eltakarja a benned a valóságot. Mindenki azt hiszi, hogy a negatív élményeket feloldva tudunk változni. Így van, de csak félig igaz. Hát a pozitív élmények is elfedik a valóságot, értek? Az is egy fal, az is egy fedél, az is egy szemfedő, csak az egy rózsaszín szemüveg. Hogyne? Ott is lehet bányászkodni, ott is fel lehet oldani dolgokat. Oké? És Római 5 vagy 6, mindegy. Maga a folyamat leírtál, az abszolút, abszolút realitás. Így szokott kialakulni. Nagyon sok embert ismertem, és nem csak nőket, férfiakat is, akik pont így reagáltak, hogy amikor már csak megérezték, hogy valaki ívott egy pohárral, és abszolút nem volt a másik, nem hogy része, még spicces sem. Tehát pont úgy beszélt, pont úgy gondolkodott, mint a pohár pia, a pohár bor nélkül, mert mondjuk jól bírta. Már kitört belőlük, és már előjött a múlt, mert ez egyértelműen a múltból gyökerezik. Hogyne, gyerekkorból, anyukától, hogyne. De nem a múlt hozza elő. Még csak nem is az az élmény hozza elő, ami most itt van. Ezt nagyon fontos megérteni. Az ilyen reinkarnációs, meg az ilyen
retrográd, tehát ez ilyen visszafejlesztő pszichológiát, a normál pszichológiai terápiák ugye erre épülnek, a múlt helyrehozására, és igazuk van, de összességében meg nem, mert a múlt helyrehozásával a most nem változik. Mitől változna? Hiszen a most az már most van. Ha a múlt feloldódik, akkor kiveszed a múlt hatását, de azt a tüzet, ami most belobban, azt nem oldja meg a múlt tisztítása. Érted? Hát hogyne? Van egy tüske a talpamban, már gennyest már fertőzött. Ez ott van 10 éve. 10 év alatt lassan megmérni ezt. Ha kihúzom a tüskét, a méreg ki fog nyírni. Mert az már most van. Tehát arra akarok kilyukadni, hogy ne csak azt nézd meg, hogy mit kaptál anyukától, mi a múltbéli hatásom, azt, hogy mi van most. Hogy a számodra neked most mit ad, és mit takar el a mostani életedben az, hogy így tudsz reagálni arra, ha a másik iszik. Mert most itt már erről van szó, hogy valami a te életedben most nincs a helyén, és ezzel, hogy jogosan bántod a másikat, mikor ivott, mert valahol ez, neked ez jogos, hiszen miért iszik már, egyáltalán az alkoholizmus ugye rossz. Tehát ezáltal te valamit eltakarsz magad elől, sok mindent, ami most az életedről szól, hogy most az életedben neked mi az, ami nincs rendben. Most csak egyszerű példát mondok, hogyha valaki úgy érzi, hogy lelki-szellemi fejlődési megakadt, hogy ugyanazt a malmot tapossa már évek óta az anyagban, és nem halad előre, gyakran megesik, hogy ezzel ne kelljen szembenéznie, ezzel elkezd bántani másokat, mert ezáltal úgy érzi, hogy csak több vagyok azért, mint azok, akik nálam kevesebbek. Rendben? Amúgy nagyon jól csinálod, csak ne hagyd abba. Emberek, ha egy problémát felismerünk, és eltelik egy hónap, és még nem tudtuk megoldani, akkor világvége van. Úristen, nem jól csinálom, megyek a mesterhez, olvasom a Bibliát, hát a kapok választ, hogyan csináljam jobban. Nem, jól csinálod, csak idő kell hozzá. Hát érted, 100 emeletes a ház, az első emeletre fölsétáltam. Rosszul sétáltam? Nem, pont jól sétáltam. Pont így kell fölmenni, de 100-ra is, csak hát idő. Meg kicsit meg kell pihenjek, ugye? Hát ennyi. Szia, Krisz! A csendtábor előtt 3 héttel szétmentünk a barátnőmmel. 2,5 éve voltunk együtt. Ez még nem egy akkor nagy szám, kb. A 8. kapcsolatom volt ez. Viszont változott az az, hogy szerelem nem múlt el bennem, talán benne se. Csak így úgy alakult, hogy mások lettek a célok. A legrosszabb az, hogy nem igazán éreztem a szokásos szakítós érzéseket, nem volt dráma. Leültünk, elbeszélgettünk, elváltak útjaink. Van-e még esem a normális emberi szeremre, vagy innentől kezdve ez már ilyen lesz? Köszi a csendtábor, jövőre tuti nem megyek. Ne fogjuk rám a dolgokat. Mindig ezt kapom. Már tábor előtt, már ez már minden az én hibám. Belesik. Amúgy viccelek, a fiatal ember is mindenféle jeleket írt, de hogy ő is csak nevet, amit mondott. A normális szerelem, ugye az emberi szerelem, ez a fajta lángolás, a fajta ízás, a fajta kell a másik, ő az életem értelme, stb. Csodálatos dolog, különben elképesztő nagy ritkasága ez a mindenségnek, az univerzumnak, hogy egy élőlény, egy faj ilyet megélhet. Nagyon nagy dolog, nagyon nagy kiváltság. Miközben hát egy elképesztő nagy csapda, és ugye az öntudatlan pusztításnak, rombolásnak, az önsorsrontásnak, az önsorsrombolásnak a legkézenfekvőbb és leggyakrabban használt eszköze. Persze. Mert az ugye az emberi szerelem általában nem az, nem szerelem, csak egy hihetetlenül felfokozott vágy, birtoklási, nemi vágy, és ennek egyfajta speciális kombinációja, illetve a traumák hirtelen feloldódása a másik által, a kapuk kinyílnak, ugye gyakran mondják a szerelmesek, és ott ült mellettem, és találkoztunk, a tekintetünk összevillant, és hirtelen éreztem, hogy minden kinyílik. Ebből hogy lesz mégis válás 3 év múlva, miközben azon veszekedtek, hogy másik mekkora szemétláda, mert nem akar neked adni 12 gémkapcsot. Ő akar elvinni mindent. Hogy lesz ilyen állapotból, hogy lesz az 5 év múlva, jön a kékfémre a hírek, hogy megölte az asszony a férjét. Mert nagyon sok ilyen van.
Ugye jogos a kérdés, akkor volt-e szerelem? Ez az volt. Aki elkezd tudatosan lelkileg szellemnek fejlődni, Római 2, az nem azt jelenti, hogy feltétlen egy másfajta szerelmet fog megélni. Nagyon sokan hiszik ezt, hogy van az emberi állati szerelem, az egoista szerelem, és majd én tudatos, fejlett lélekként az éteri, asztrális szerelmet fogom megélni, ahol az ikerlángommal együtt lebegünk a lélekben, és nem lesz semmilyen undorító nyálcsere, meg ilyesmi, csak a lelki csakráink fognak összefolyni. És már el is csöppent az alsó csakrám. Nehogy dehogy, ezek ilyen emberi, majdnem csúnyán szóval mondtam, hogy kinek milyen butaságai, azoknak a traumái által létrehozott képek ezek, akik annyira traumatizáltak, hogy nem képesek itt és most emberként szeretni. Hát hogyne, a valóság ennél sokkal egyszerűbb és összetettebb. Az emberi szerelem épp úgy isteni, mint minden. Hát hogyne lenne az? Ne viccelj már. Aki tudatossá válik, aki elkezd fejlődni, az nem egy másfajta szerelmet fog megélni, ezt a szerelmet fogja megélni máshogy. Oké, és tehát simán meg lehet azt, hogy pont ugyanilyen szerelmes leszel, mint most emberként vagy, csak tisztában. Csak nem lesz benne a szenvedés. Nem lesz benne a hiány adta szenvedés. Nézd meg, az emberi szerelem legtöbb esetben nem is a jó érzés, hanem rossz érzés. A nők, a férfiak. Mi van, Józsikám, szenvedsz? Mi van, Józsikám, miért szenvedsz? Á, szerelmes vagyok, és nincs itt a másik, és úristen, meghalok. Hú, hát az nagyon rossz, ezt mindenki megérti. Tehát nem a szerelmet éled meg, hanem a hiánytól szenved, és ezt vezet szerelemnek. Hát könyörgöm, gondolkodjunk, már tudatos emberek vagytok. Oké, és tehát az emberi szellem csodálatos, csak sokkal korlátoltabb és sokkal pusztítóbb, oké, mint egy korlátlanabb szerelmi állapot. Tehát akkor, amikor valaki tudatosan elkezd fejlődni, egy korlátlanabb szerelmi állapotot fog megélni, akár pont ilyen emberi formában, mint ahogy te is megéled, normál barátnővel, normál lehetőségekkel, normál vágyakkal. De tény, Római 3, hogy a tudatosság erősödik, ez a normál emberi szerelem egyre korlátlanabbá válik. Magyarán egyre nehezebben leszel érthető és használható egy nő vagy egy férfi számára, egy ember számára. Például, amit mondtam az előbb, nagyon szinte sosem tudtam megértetni. Ez például a nő egy nővel, hogy nem az adja a szerelem nagyságát, tisztaságát, hogy szenved a hiánytól, mert mondjuk épp nincs ott a másik. Hát ez felfoghatatlan az elme számára, hogy de hát szerelmes, akkor miért nem akar velem lenni? Hát pont azért nem akar, mert szerelmes, mert veled is boldog, és mindennel is, egymaga is boldog. Az emberek világában a szerelem nagysága az az érték, hogyha másik szenved a hiányom miatt. Akkor szerelmes belém valaki, ha mindig velem akar lenni. De emberek, ez nem szerelmes, simán csak elmebeteg, mert nem képes egyedül boldog lenni. Jó múltkor beszélgettem egy lányzóval, és ő mondta, hogy talált végre egy pasas magának, akivel egy hét után már összeköltöztek, egy hét találkozás után már a srác mondta, hogy lakjon nála, és mondta a lány, hogy annyira jól esik, hogy ez a fiú mindig velem akar lenni, mindig vágyik rám. Nem akart neki mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy veled akar lenni, ez azt jelenti, hogy tudni akarja, hogy hol vagy. Ez a kontrollnek az első állomása. 3 hónap múlva pedig már hívogatni fog, be fog számoltatni, fél év múlva pedig nem enged ki a lakásból. És mindenről tudni akar majd, hogy hol vagy. Tehát nehéz ezt fölfogadni az emberekkel, hogy nem a szerelemmel van a baj, az csodálhatós, jaj, te hogy. A gond az, hogy nem élik meg a szerelem lényegét általában, csak a szenvedést, a hiányt, a küzdést. De még ez sem baj. Szokták mondogatni, néha kapok e-maileket, hogy ő már nagyon rég tanítja az embereket, vagy magas rangú buddhista pap, és stb. És hogy szerint túlságosan megengedő vagyok, elnéző vagyok az emberekkel. Lehet. De ez azért van, mert egy normál tanító, egy normál guru, egy dalai láma, értitek, tehát normál gurukról beszélek, ők egy ösvényt látnak, egy ösvényt taposnak. Vagy ha többet is látnak, egy ösvényt járnak, mert ugye két lábuk van. Ha valaki ezt teszi, akkor igenis valóban meg lehet azt határozni, hogy amit te most mondasz és érzel, az nem jó, azt ne csináld, és csináld inkább így. Mert valóban egy ösvényre vannak szabályok.
de én végtelen ösvényen gondolkodom végtelen lábakkal. Azért nem mondom sosem azt, hogy valami rossz, és ne csináld. Mert ki tudja, a te ösvényed pont olyan. Ezért nem mondom az embernek sosem. Én nagyon sok esküvőn voltam. Hát tudod, ha esküvőn láttam azt, hogy mi lesz ebből? Nem álltam föl, mikor megkérdez a pap. Na és akkor valakinek van, akkor tudod, mondja, vagy hallgasson örökre. Valakinek van gondja, testkövén. Felállhattam volna. Hát az a gondom, jó napot, pap úr, hogy 2 év múlva meg fogja csalni a barátomat a nő, és utána a barátom pedig meg fogja pofozni, és hát hagyják abba, inkább most váljanak el. Érted? Pedig lehet, hogy jó lett volna. Nem lett volna jó. Hisz elvettem a tőlük azt a 2 évet, vagy azt pár évet, meg együtt voltak. Tehát, fiúk, lányom, aki elkezd lelkileg, szellemileg fejlődni, az nem igaz, hogy nem lesz szerelmes. Jaj, de hogy nem. Nekem is megy. De az tény, hogy nem fog a szerelemtől szenvedni, vagy a hiányától nem fog szenvedni. Ez biztos. És emiatt az is tény, hogy egy buddha ritkán él normál emberi életet. Mert ritkán van az, hogy neki az legyen a szerelem, a lelki társ megélése, hogy együtt élnek egy lakásban. Megesik, van ilyen, de gyakran a többség nem így éli meg. Van, hogy hatalmas szívfájdalom került hatalmába, hogy nem jutottam el már 3. éve a kitesnés táborba. Ilyen az érzésre maradtam valamiről magamról, és kiestem a haladók táborából. Úgy érzem, ismét választott az érkeztem, és az eddigi vállalkozásom véget is ér, ami eddig az időn nagy részét elterelte, és igénybe vette. Lehetőség szerint tud tanácsot adni, jó úton járok-e? Tudok, hogy ne. Nem tanácsot, el tudom mondani a tutit, az igazságot, a valóságot, nevezd, ahogy akarod. Rossz út nincs. Persze, hogy jó úton jársz. Nincs olyan rossz út. Olyan út van, ami egy önmagába forduló spirál. Ilyen tudom, a valóságban nincs, de amúgy van. Voltak épp egy gondolat, mint maga, és a hozzátartozó dimenziós élet, az egy önmagába visszaforduló spirál, mindegy. Olyan van, mert ilyenkor voltak épp mit élsz meg? Azt megéltél már 1000-szer. Rossz megnézni egy filmet 1000-szer? Szerintem nem, de biztos unalmas. A kedvenc filmed, és gondolj bele, van a kedvenc filmed, és leülsz, vége van, és újra megy. Majd újra megy. Majd eltelt 24 óra, és újra megy. Majd 3 hét, és még mindig ott ülsz a moziba, és csak a kedvenc filmed megy. Hát biztos belebolondulsz. Ezt nevezhetjük rossz útnak. Ez sem az, de ezt nevezhetjük annak. De neked ilyen nincs. Oké? És Római 2. Emberek, tudjátok, nem építünk szektát. Még. Vittlek, sosem építünk. Ahhoz már öreg vagyok. Magyarán nincs rossz, hogy lemaradtál valamiről. Ami történik a táborban a 10 nap alatt, az nagy segítség, persze, nagy változás, nagy lehetőség. Nagyon sok írtak most is. Minden idők legjobb csendtábora volt, többen ezt mondták. Minden tábor tök jó. Nem rajtam múlik, hanem rajtatok, akik ott vannak. Én ott csak izé vagyok, egy vetület. A 160 embernek a vetülete, vagy 150-nek nem engedünk be többet. Ezért tartunk 2-t, hogy ne legyünk sokan. Tehát lényeg a lényeg, hogy nem maradsz le semmiről, mert amit meg tudsz élni magadban, mert te is lehetsz önmagadnak a vetülete. Hát hogyne. Jó. De teljesen egyértelmű, hogyha van vágyad, akkor gyere el, mert megéri. És még egy apróság. Lemaradtál valamiről magamról, és kiestem a haladók táborából. Ez a marha érdekes kérdés. Nagyon érdekes kérdés, hogy ha nem gyakorlom, nem meditálok, nem figyelek, nem imádkozom, hogy akkor visszasüllyedek-e az anyagba, úgymond, és csak normál ember leszek-e. A következőt vettem észre. Az élet az önmagát létezik. Minden élet azért van, hogy legyen. Az életformák, a létformák, a pillanatok, az események azért vannak, hogy legyenek. Nincs bennük szándék. De épp ezért, mert nincs bennük semmilyen szándék, nincs bennük úgymond cél, épp ezért bármilyen célt, és ezáltal bármilyen tanulást megélhetünk általa, bármilyen tapasztalatot, bármilyen tudást, bármilyen fejlődést. Írtad, hogy van vállalkozásod, most szabadulsz meg tőle. Könnyen elképzelhető, hogy valaki egy vállalkozás
társadalmassal való küzdés közben éli meg azt, amit valaki mondjuk egy táborban. Tehát nem arról van szó, hogy egy formához kell ragaszkodni, kivéve, ha a forma számodra valamiért nagyon fontos. Ha van egy olyan forma álom, már gyerekkorban, írta az előbb a kollega, hogy utaznod kell, már gyerekként érzed. Gyerekként van egy formát, hogy akarsz zongorázni. A gyerekként van egy formát, hogy emberekkel akarsz foglalkozni. Vagy ha felnőttként jönnek ilyen vágyak, álmok, el akarsz menni egy táborba, el akarok menni Tibetbe, akarok gyereket, és sorolhatnám. Akkor ezeket a formákat megéri megélni. Ez így van. De nem azért, hogy az ember beleragadjon, hanem azért, hogy felszabaduljon általa. Oké? De összességében, amit egy forma megélése, egy utazás, egy Tibet, egy gyermek megélése által kaphatunk, azt megélhetjük máshogyan is. Rendben? Persze. Drága Krisz, tervezel folytatni a tudatos halál kurzust? A kollektív tudattalamban nem lehet valahogy betenni azt, hogy mindenki a figyelő? Van olyan tudatszint, létállapot, ahol már megmarad a tudás annak, hogy a figyelő vagyok? Kicsit összezavarodtam a legutóbbi anyagod után, mindig megértek valamit, aztán borul. Most újra azt értem, hogy semmit sem tudok. Hisz üres testek vannak. Semmit nem találtam eddig. A figyelem, mint olyan semleges. Akkor ki dönt halál után, ki tudatosodik, ki hisz, stb. Az illúzió teszi az előbb felsoroltakat? Hisz nem valós semmi, csak azmoslás is megfigyelt. Kide gondolsz legyén alatt? Teljes a káosz. Na, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Igen, római egyes. Mindig elmondom emberek, hogy hát engem hallgatni olyan tényleg veszélyes, hogy a valóság az veszélyes. A illúzió, a hatugság az kényelmes, az kellemes. Bemegyek, elmondja a szentenciát a pap, megmondják, miben kell hinni, tök jó, hazamegyek, és ennyi volt. Ugye, elmegyek, meditálok, olvasom a kis szutrákat, tök jó, és ennyi volt. De a valóságot élni az veszélyes. Miért? Mert mindig többé válsz, de úgy válsz többé, hogy kevesebb leszel. Hogy az, aki vagy, az mindig eltűnik. Ezt nagyon nehéz megcsinálni. Rendben, én ezért nem mondok olyat, hogy miben kell hinni. Sőt, tök jó, amit írtál, akkor valamit megértek, aztán minden borul. Most újra azt nem is semmit sem tudok. Az azt jelenti, hogy nagyon jól csinálom. Te is, meg én is. Ezt a dolgot. Hát pont az lényege a fejlődésnek. Valamit megértesz, aztán borul, hogy nagyobb lehess. Ha valamit megértesz, és aztán nem változol, akkor megragadsz. Akkor ekkora vagy. Megértettem, és pont. Nem lehetsz több, nem nőhetsz. A valódi változás ilyenkor megszűnik. Rendben van. Tervezzük-e folytatás halál kurzust? Ó, hogy ne. Október elején indulunk újra, mert nagyon sokan jelentkeztek már, csak nem tudtuk idén befejezni. Akit érdekel a tudatos halál, nyugodtan jön el. Sokan kérdezték, hogy tudatos halál miről szól. Arról, hogy szabadon hajj meg, hogy legyen értelme az életednek. És ne abban, hogy ami itt történik, hanem a szabadságban. Hogy ne legyen rossz karmád. Hogy ne kell halál után csinálnod kötelezően semmit, hogy szabadon választhass. Hogy ne csak ezt a dimenziót élhessd a halál után, ne csak a halál után dimenziókat élhessd, ne csak az angyalokat élhessd, ne csak a megvilágosodást élhessd, vagy a Istent, vagy a végtelen szeretet élhessd, hanem ezen túl is lehess szabad. Hogy elhagyhass minden olyan kötést, amiről a világ az elmúlt 1,5 milliárd évben itt a Földön tudott, vagy az elmúlt sok milliárd évben más bolygókról tudott. Oké? És ezért csináljuk, hogy legyen lehetőségre a szabad választásra. A tudatos halál erről szól. Az is eljött, aki már volt, többen írtak nekem, hogy lehet-e ismételni. Lehet, de igazából nincs értelme. De ha valaki, sokan azért jöttek el, mert mondták, hogy annyira szétütötte őket a gyakorlat, hogy nem emlékeztek arra, mit mondtam. Tehát persze el lehet jönni még egyszer, valaki akar. De összességében, ezt elmondom a kurzusnál is, aki ezt egyszer megcsinálja, onnantól fogod neki többet, ezt már csinálnia nem kell, mert maga a folyamat beépül. Azért tart egy napig, fél napig ez egész. Azért gyakorlunk ott sok órán keresztül,
hogy beépüljön a folyamat, és ne kelljen utána már azt aggódni, hogy nem működik. Oké? És ahogy ősszel tartunk. Nem lehet valahogy beépíteni, hogy mindenki a figyelő. Hát már be van építve. Ezt mindenki a figyelő, csak nem tudja. Miért? Mert nem kell neki tudni. Hát miért kéne? Egy róka nem tud úgy róka lenni, ha tudja, hogy ő csak róka. Ha a róka ott ülne a mezőn, azon gondolkodik, nem lehetnék inkább vegán. Milyen jó vegánnak lenni, nem? Nem esz meg a nyulat, az jó, meghal. Nem tud. Aki tudatos, nem tud öntudatlan lenni ahhoz, hogy 100%-ban megélhesse azt a formát, amit éppen él. Ez a tudatosság értelme és előnye, hogy kiemel a forma korlátaiból, és ez a hátránya, hogy nem élheted meg a formát 100%-osan, mert gondolkozol, úgymond, mert kattogsz, mert agyalsz, mert van félelem, szorongás, erkölcsi, morális gát, lelkiismeret furulás is sorolhatnám. A félelem, mint olyan semleges, akkor kidönt halál után, kitudatosod, hogy ki hisz, stb. Az illúzió teszi az előbb felsoroltakat, hisz nem valós semmi, csak azonosulás és megfigyelt. Kire gondolsz az egyén alatt? Nagyon jó meglátás. Így van. Végtelen van. Mit jelent, hogy nincsen semmi? Ezt a halál kudoson különben pontosan kifejtem és elmagyarázom. A végtelen azt jelenti, hogy nincsen semmi, meg azt is jelenti, hogy minden van. Mert ha végtelen van, akkor minden van. Különben a végtelen nem végtelen. De hát végtelen van, tehát minden van. Mégis mit látunk itt, hogy egy asztal előtt ülök? Pedig végtelen van, tehát végtelen számú asztalnak kell lenni. Ezt az asztalt mi ide hozzuk a felvétel előtt? Az asztal amúgy ott van, kb. 2 méterre tőlem. Végtelen van, tehát az asztal most ott is van. Meg mindenhol van, mert már mozgatok az asztalt nagyon sok helyen. Meg olyan valóság is van, nincs asztal. Vagy hogy van csak az narancsárga, vagy zöld, vagy ilyen arany, barokkos, és sorolhatnám. Végtelen van. Mégis e az egy asztal látszik itt most. Ezt éljük valóságnak. Miért? Amit mondasz, azért, mert azonosulás és megfigyelés. Mert a figyelem által ezt a valóságot éljük meg valóságnak. Azonosulunk ezzel a frekvenciával, ezzel a rezgéssel, ezzel az idő pillanattal, hogy így fogalmazzak, időtér, gravitációs és fény, ami meghatározza nagyjából a felfogásunkat, meg a sötétség is. Ami által sokdimenziós vetületek jönnek létre, ami által kialakul a látás, a felfogás, az agyi frekvenciák, idegrendszer, blablabla, bla, bla, és ezért megélem ezt valóságnak, és mert egyetlen frekvencián hangolódunk, ti is ezt éltek meg valóságnak, mind ezt éljük meg valóságnak. Ez illúzió-e? Dehogy. Abszolút realitás. Nekünk itt most. Egy másik énemnek, aki más dimenzióban van, ő látja, hogy ez csak vicc. Abszolút nem realitás. A fény, a gravitáció, a frekvenciáknak csak egy vetülete, egy játéka. Neki az a dimenzióban van a realitása. De van egy másik énem, neked is, aki más dimenzióban van, ő látja, hogy az is egy vicc, neked is csak egy vicc. Egyik sem realitás, mind illúzió, neki az a realitása. Végtelen van. Végtelen számú valósággal, végtelen számú realitással. Ha figyelem semleges, ki az, aki tudatosodik halál után, ki az, aki hisz? Hát pont az lényege az egésznek. Végtelen van. Te végtelen formában létezel. Az a valóságos, amit a figyelmed lát lényegítesz. Mikor meghalsz, a figyelmed más valóságaidra lényegül. Ha öntudatlan vagy, az a folyamat magától történik, hogy így fogalmazzak. Vannak persze hatások, meg vetületek, vektorok és egyéb, de most ebben nem menjünk bele, nem is kell a megértésünkhez. Magától történik. Ezt nevezzük rossz karmának. De aki tudatosan hal meg, az eldöntheti, hogy mire figyel. A végtelenből mire fog figyelni. Nem könnyű megérteni, hogy kire gondolsz egyén alatt. Az egyén mindig az, aki tudja azt, amit most elmondtam. Az egyén az, aki képes megélni a nálánál korlátoltabb dimenziókat. És képes arra, hogy fölfogja, hogy nálánál korlátlanabb dimenziók is vannak. Őt nevezzük egyénnek. Az egyén sem korlátolt és sem állandó. Magyarán, ha te egy hangya tudatosságában létezel, akkor számodra a hangya királynő már állapot már egyén.
mert ő többet tud a hangyaságról, mint te. Többet tud a hangyadimenzióról, mint te. Akkor számod, egy katicapogár az már végképp egyén, mert ő még többet tud, hisz repül, hisz átlátja, és sorolhatnám. Most persze a forma, amit most előadtam, a tanítás, az ugye csak kezeljük a helyén, de lényeg benne van. Magyarán az egyén nem egy állandó örök, mert minden állapotod egyén bizonyos más állapotaidhoz képest. Oké, és épp ezért persze egyén is örök, a lélek is örök, mert minden állandó. Azért nehéz megérteni a valóságot, mert számunkra az örök és a folyamat, a változás, az különböző, felfoghatatlan. És az örök az, ami nem változik, örökkön van. A változás az, ami azt jelenti, hogy valami elmúlik, és helyett lesz valami más. De a valóság az. És ezért szoktam nevetni azon, akik hát egy hisznek a reinkarnációban, és azon dolgoznak. Nem kinevetem őket, csak nevetni szoktam magán a felfogáson. És azon dolgoznak, hogy majd a következő életükben jobb legyen, meg azokon, hogy szoktam kaszarászni, mondom, nem az emberen, hanem a felfogáson, akik arra gyúrnak, hogy örökön éljenek. Mert mind a kettő olyan dolgot csinál, ami van, ami nem kell tenniük semmit, mert örökön élnek, miközben örökön változnak is. Csak ezt nem könnyű felfogni emberi elmével, nem is nagyon lehet. Én gondolkodtam itt a sokat, hogy ezeket elmondjam-e, de azt rájöttem arra, hogy nincs jogom nekem eldönteni, hogy mondjuk annak a 100 000 embernek, aki meghallgatja azt, amit mondok, hogy annak most ne én döntsem el, hogy mit foghat fel a valóságból. Kaptam kérdéseket, amik földön kívüli fajokról vonatkoznak, dimenziókról, piramisokról, és egy olyan dolgokról, amik erről a földről szólnak, hogy ezek hogy voltak. Azért nem szíves válaszolok ezekre, mert rengeteg válasz van már rá, és nem tudsz igazából valóságot átadni, mert mindig asszociálnak az emberek a többi már terjengő válaszokra. Internet, könyv, meg stb. 2, meg azért sem szíves válaszolok ezekre, mert nem biztos, hogy úgy van. De majd fogok tartani, lesz egy olyan felvétel, fogom majd tartani egy előadást, nem tudom, hogy megcsinálják majd, amit kifejezetten erről fog majd szólni, hogy hogy jött létre az ember, mint faj, a DNS-éről, hol lettek a régi másfajok, Atlantis, Lemúria, és mit tudom én. El tudom ezt mondani, amit én látok ezekről. Mert azért az a gond ezzel az egész látás dolog, ezt gyakran elmondtam, hogy látni könnyű. Tartani az idővonalat, na az nehéz. Tehát, hogy azt a történelmi vonalat lássam végig, amit mindannyian megélünk történelemnek, na azt nem könnyű. Tehát könnyű meglátni, hogy mi volt Atlantisban, vagy mi volt, hogy jött létre az emberi faj. De hogy ebben a történelmi síkon, nem egy másik síkon, azt nem biztos, hogy el tudom találni. Ezért nem szívesen beszélek ezekről. De mondom, ha újra, akkor egyszer leülünk, összekaparom magam addigra, kicsit belemerülök a dolgokba, és akkor szívesen választok ezekre is majd, csak azt komplexebben kell megtennem, mint sem itt pár percben. Jó? Kedves Krisztián, a te tapasztalat alapján mit jelent a zsenialitás? Milyen szellemi, lelki, fizikai működésmódokat értesz alatta? Mit tesz laki zsenivé? A lélek szellem végtelen vetletéből nézve milyen hatáson generálják, vagy mikor hozzák ennek a működésmódnak a megjelenését egy emberben? Mi különbözteti meg a zsenialitást a tehetségtől? Érdemes külön beszélni az egyes területeken megnyilvánuló működésmódjáról, vagy lényegi tekintve azonos. Mivel függ össze a jelenség, hogy kevesebb női, mint férfi zseni van? Törvényszerű, hogy együtt jár a zsenialitás annak működtetése, valamilyen fajta befele vagy kifele irányuló romboló hajlammal és fizikai, lelki, szociális nehézségekkel. Nézzük a Ugye a zsenialitás itt az emberi világban nézve, hogy azt jelenti, hogy valaki olyan komplex módon tud gondolkodni, hogy átlagember nem, olyan gyorsasággal, olyan összefüggéseiben látja át a problémákat és oldja meg a problémákat, amely egy normális gondolkodásmódú ember nem.
hogy ez milyen formán nyilvánul meg tudományban, zenében, matematikában, festészetben, szobrászatban, egyénfüggő. Elmondom majd mindjárt. Maga az emberi zsenitás ezt jelenti itt a Földön. Tehát aki zseni, az teljesen máshogy gondolkodik, sokszor máshogyan is érez, máshogyan lát át dolgokat, mint egy normális ember. Épp ezért tartják őket különösnek és furcsáknak. Sőt, nem egy szakember, pszichológus is megfogalmazta azt, hogy ő kicsit fél attól, hogy a zsenik irányítsák a világot, mert legtöbb zseni nagyon furán gondolkodik, abszolút képesek emberi moralitás erkölcs nélkül gondolkodni, és sokszor látható, hogy a zseni, ha nem is erőszakos, de simán képes csak egyfajta adatnak tekinteni az emberi életet is, és megoldja a problémát, az igaz, csak közben elsöpört 4,3 milliárdnyi adatot. De a probléma meg van oldva, és igaza van a maga módján. Tehát, hogy ez is érdekes. Legtöbb zsinam nem erőszakos amúgy, csak egyszerűen azért feszülnek be, mert annyira lassú hozzáképes minden ember, hogy nem képesek megélni a kapcsolódást. Nézd, a zsenik általában magányosak. És most nem a 160-as IQ-król beszélek, akik a menzára összejárnak. Mert ők nem zsenik, csak van IQ-juk. Zseni az több az magas IQ-nál. Kell hozzá, de több. Oké, és milyen lelkészlemi működésmódot értesz alatta? Nagyjából ezt. Én a következő tapasztaltam meg a saját magam látás, mert tudom most neked elmondani. Mikor az első könyvem megjelent, voltak valami riportok, és valamelyik riport egyszer megkérdezte, hogy melyik volt az első könyv, amit olvastam életemben. És mondtam, hogy a ablakzsiráf. Kb. 5 éves lehettem, 4-5 között. Az ablakzsiráf című könyvet olvastam el félig. És kérdezte, hogy miért félig. Hát nem mondom, 5 éves voltam, és csak a betű ábrázolását, csak a felét ismertem. És ezért azokat a betűket aláhúzgattam a könyvből, a szavakat alatt, ugye ismertem a C betűt, meg ezt, meg azt aláhúzgattam. És úgy olvastam el a könyvet, hogy a többi betűt kit láttam, mert a szót ismertem, és tudtam, hogy az a szó lesz ez. Tehát a zseni így gondolkodik, hogy sokkal kevesebb információból felfogja azt, amit te. Neki nem kell annyi információ hozzá. Gyakran hiszek azt, hogy látnok vagyok, mert ránézek egy emberre. Nem, egyszerűen csak az a szemöldök ránc, ami 0,3 mm-es mozgás, az az ajak tartása, ahogy van a fény a szemében, az, ahogy elfordul jobbra, az nekem megadja azt információt, hogy gyermekkorában hogyan verte az apja, hogy az anyja alkoholista volt, hogy nagyon szerette a nagymamáját, hogy a főnökével veszekszik, hogy de nem kell feltétlenül energiákat látni, egyszerűen csak olyan információkat is felfogok és értelmezek, amiket normál ember nem. A zsenik általában így működnek. Ami megkülönbözteti mondjuk tőlem egy valódi zsenit, hogy a valódi zseni ezt a fizikai életben valamilyen formában tudja ölteni. Még én nem. Én szándékos nem teszem, ezt megmondom őszintén, de nem is tiszem, hogy képes lennék rá. Valódi zseni ezt fizikai formába ölti. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy mondjuk már 4 éves korában zongorázott, és már nyomja, ugye egy Mozart. Vagy hogy már 6 évesen már mindenféle 68 ismeretlenes matematikai képletekben gondolkodott. Vagy 9 évesen már lediplomázott. 2-szer. Tehát, hogy valamilyen formába öltik a zsenialitásokat. Ezért lesz nyilvánvaló a zsenialitás a többi ember számára, mert hát egyértelmű ott van feketén-fehéren, hogy ő teljesen másra tud gondolkodni bizonyos területén az életnek. Sokkal messzebbre mutatóan, sokkal korlátlanul, sokkal gyorsabban. Tehát itt a zseni ezt jelenti, hogy valamilyen formán megnyilvánul ez a fajta, nem mondom, hogy fejlettebb, korlátlanabb gondolkodásmód. Oké? És hogy miért lesz valaki zseni? Csak azért, hogy lehessen, mert ilyennek is lenni kell. Rendben. A tehetség, mi a különbség a tehetség, majd a zsenialitás között? A,
a tehetség az egy általában egy, na, egy nem megélt lehetőség. A zseni a tehetségét megélt egyén. A tehetség önmagában nagyon jó, csak kevés. Kell hozzá gyakorlás, nagyon sok gyakorlás, tudás, akarat, tapasztalat is sorolhatnám. A zseni ezt vagy megszerzi sokkal gyorsabban, mint egy átlagember, vagy valamiért már magában hordozza, és a tehetségét képes néhány hét tanulás, tapasztalat által megnyilvánítani. Megint saját tapasztalatot elmondani. Gyakran megéltem azt, hogy fél perc, egy perc előadás közben és összeraktam ilyen több évre való, leírni való dolgot, amit éveken át tartott, amúgy végig gondolnom. Még ott egy hirtelen összeálltak a dolgok, és ezt nehéz elmagyarázni. De mint amikor az esőcseppek elkezdnek hullani az égből, hogy halljuk az esőhangot, ilyen állapotban, amikor úgymond zseni állapotban vagy, akkor minden esőcseppet külön hallasz. És még azt is össze tudod tenni, hogy ezek a cseppek hogyan kombinálódnak össze akkor, amikor széttocsannak a földön, és így a sok kis millió cseppé válva, millió cseppekként összefolynak. Marha érdekes élmény. Újra mondom, nem tartom magam zseninek, tehát belőlem hiányzik a fizikai formálódás. Rendben, csak maga a folyamat, a tartalma az ilyen. Miért van kevesebb női, mint férfi zseni? Nem hinném, hogy kevesebb lenne. A következőt inkább megérteni. A zsenialitás, mint olyan, az mint minden korlátlan. De csak a korlátok adhatnak valaminek formát, és csak a forma képes megnyilvánulni a Földön. A férfi gondolkodásmód, illetve azt, hogy a társadalmunk a férfi gondolkodásmódot jobban preferálja, jobban támogatja, ezért alkalmasabb arra, hogy a korlátlan zseni valamilyen formában, művészet, tudomány, stb. Megnyilvánulhasson. Ha megnézed, a női zseniket általában férfi módon gondolkodtak. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak jó nők. Jaj, dehogy nem. De a gondolkodás módon volt egyfajta mentalitás, volt egyfajta férfiasság. Mint ahogy különben a férfi zsenikben van egyfajta erős nőiesség különben. Nézd meg egy Einsteint, nagy nőcsámász volt az öreg, állandóan a szoknyák alá próbált bejutni. Miközben, ha figyelted, ahogy leült, időskori fotóit, meg ahogy beszél, egy nagyon érdekes női elfogadás volt benne, mikor feküdt az ágyban már élete vége felé, és inkább már csak Istenről beszélt, és alkotta meg a kis képleteit, abszolút női energiákat rakott, állított úgy össze magából. Hát hogyne? A nagy zsenik azok mind a két oldalt valamilyen szinten magukba foglalják. De tény, hogy a mi világunkban a férfi zsenik ismertebbek lettek, mondom leginkább ezért, mert a női zsenék többségéről senki sem hall, még ő saját maga sem, hogyha nem ad neki valamilyen formát. De hát nem egyszer megtörtént, tudod, hogy hirtelen találnak egy nőt, aki háztartásbeli, és 238-as IQ-ja van. Tehát ez nem számít, hol aki nő vagy férfi. Ilyenben, rendben. Törvényszerű, hogy a zsenik romboló hajlammal fizikai, lelki, szociális nehézségekkel küzdenek? Nem törvényszerű, de általában megfigyelhető. Miért? Gyakran látni ezt például, hogy a nagyon magas IQ konvergál tényleg a szexuális ilyen magyarul. Észrevehető, hogy minél intelligensebb valaki, annál inkább hajlamos számunkra, emberek számára, normál emberek számára felfoghatatlan, vagy éppen torz formákban megnyilvánulni. Szexuálisan, társadalmi szinten, szociálisan képtelen beilleszkedni. Egyszerűen teljesen máshogy gondolkodik. Hát gondolj bele, egy galamb nem tud mit kezdeni egy vakondok világában. Hát ott mit csinál egy galamb lenn a sötétben, ahol nem repülhet, hát megbolondul. És nem jobb, mint a vakond, csak más. Igen, ez gyakran megfigyelhető. Ennek van amúgy fizikai oka is. A idegpályák máshogyan működnek. Aki nagyon zseniális, annak az agya is máshogyan működik. Az ideghálózata, a neuronhálója is más, mint a normál embernek.
emiatt egyszerűen képlen úgy reagálni. Másrészt energetikai szinten, csak most, amit most mondok, az csak képletesen értsétek, tehát egyfajta tanmese. Van 100 egység energia egy embernek. Ez a 100 egység energia elmegy arra, 30 egység, hogy férfi legyen, 30, hogy nő legyen, 30, hogy apa legyen, 30, hogy jókos legyen, 10-20 meg erre. Tehát összeáll. Egy zseni viszont neki 60-70 százalék megy el, hogy okos legyen. Marad neki 20-30 százalék. Ez lehet, hogy zseni nem tud úgy működni férfiként vagy nőként, aminek született, vagy éppen túlpörög, túlműködik. Nem tud úgy kommunikálni, nem látja azt a szociális hálót, nem érzi azt, nagyon sok zseni nem tudja fölfogni az iróniát. Nem képes arra, hogy felfogja azt, hogy amit mondasz, az nem igaz. Mert az irónia ugye micsoda volt, aki egy tudatos, mindenki számára érthető hazugság, ugye? Ironikus vagy. Voltak épp hazudsz, de tudod, hogy úgy hazudsz, hogy tudja a másik, hogy hazudsz, ezért adja az iróniát. Nak a tartalmát. Sokan ezt nem tudják felfogni, akik zsenék. Szerintem ez a képesség nincs, mert energia arra is kialakuljon. Tehát valóban megfigyelhető, legtöbb zseni teljesen máshogy lát, másra gondolkodik, mert másmilyen. Persze. De az igazi zseni, azt gyakran elmondom, aki tudatos zseni, az nem így működik. Gyakran mondják az emberek, akik írnak könyvet, és kutyát nem érdekli, akik festnek, és senkit nem érdeknek a festményeik. Gyakran mondják az ilyen meg nem értett költő, meg nem értett művészek, hogy hát a zsenit soha nem értékelte a saját generációja, mindig a jövőben lett a zseni nagyja, akkor ismerték fel a tehetségét. Emberek, ez nagy igazság, de amúgy meg nem. Miért? Mert egy tudatos zseni pontosan tudja, hogy hogyan festne egy olyan festményt, hogy az emberek 90%-a leesne az asztalról, miközben nem szolgálja ki a közízlést, nem lesz egy közhelyes a munkája, mert bele tudja tenni azt a zsenialitását, ami neki megvan. Az öntudatlan zseni abból árad kifele, festeget össze-vissza, és igen, lehet, hogy csak 300 év múlva fogják érteni az emberek. De a tudatos zseni meg tudja tenni azt, hogy azt a tartalmat, amit 300 év múlva értenek meg az emberek, azt most érthetővé teszi a számukra. Ez a lárpúr lát, az a művész, ez nagy hazugság, emberek. Csak azért van kitalálva, hogy az ego menekülhessen önmaga elől. Akit valóban művész, az nem saját magát adja a művészetében. Hát nem. A művész az, aki számomra, számodra, a közönség számára érthetővé tesz, megvilágít olyan valóságokat, amiket a művész átlát. De nem a benne lévő torz ostobaságot akar rámerőltetni, hanem hagyja, hogy én, mint egyszerű laikus, ránézek a képére, és azt lástam, hogy Úristen, kitágult a világ. Azt meg csak úgy tudja megtenni egy igazi művész zseni, hogy tudja, hogy én, a normál halandó, meg te, a normál halandó, hogy milyenek vagyunk. És úgy tudja tálalni. Hát hogyne? És igen, nézd meg egy Mona Lisát, nézd meg egy nagyon komoly, zseniális művet, meg 500 év múlva is, úgy nézik az emberek, hogy fedeznek fel benne valami újat. Hát a Mona Lisát akkor már a kortársak is szerették. Azt mondták, hogy wow, le a kalapva. Értitek? Kedves Krisztián, azt szeretném kérdezni, hogyan találta meg azt a hivatás, foglalkozás, szakmát, ami igazán nekem szól, amivel anyagilag elégedett lehetek, főként itt Magyarországon. 36 éves vagyok, nő, és érzem, nem a helyem vagyok, és szeretném véget vetni az örökös keresésnek. Emberek, erre nincs válasz a kérdésre. Hát, hogy lenne? A következőt kell megérteni. Ketté kell választani azt, amit szeretsz csinálni, és amiből meg tudsz élni. Ez általában nem ugyanaz. Majd elmondom azt is, hogyan lehet összefésülni valahogy, de nagyon ritka. Amit szeretsz csinálni, azt hát mit szeretsz? Azt nagyon belőled, csináld azt. Érzed, akkor jön a festészet, festegessél. Gyerekekkel akarsz foglalkozni, gyerekekkel foglalkozol, mész, elmész óvónőnek, stb. Ebben csak az a gond, hogy ez egy olyan vágy szokott lenni az emberek életében, ami néhány év alatt általán megváltozik. Ahogy öregszik az ember, változik a látásmódja, megváltozik az is, hogy mi az, amiben szeretne csinálni, amiben ő úgy érzi, hogy kiteljesedhet, és valahogy jogosan érzed ezt, hát megváltozták, könyörgöm, már nem abban tudsz kiteljesedni, mint 3 évvel korábban. Persze.
Épp ezért legtöbb ember egy életen át szenved. Mert hát valamit szerettem csinálni 22 évesen, ráálltam, jó lettem benne, de most már 36 vagyok, már nem szeretem csinálni. De nem tehetem meg, hogy nem csinálom, mert mondjuk abból élek. Vagy van felelősségem mások felé. Hát persze. Ez egy örök csapda. Tehát ha mindig arra vágysz, hogy azt csináld, amit szeretnél, akkor örökkön fog tartani ez a fajta folyamat. Másik lehetőség, hogy olyat csinálsz, amit meg tudsz élni. Hát hogyne. Itt válasz tudatosan. Nézd meg, mi az, ami legközelebb áll hozzád ahhoz, hogy annyi pénzt keres, amennyi neked elég. Nem. Dupla annyit keres, mint amennyi elég. Ez fontos. Mert így tudsz majd haladni az életben. Lehet egyéni, lehet vállalkozás. Nézd meg, hogyan kell csinálni. Állj rá. Nem leszel boldog attól, amit csinálsz, de az eredménytől igen, hogy sok pénzed lesz. Ezáltal lesznek lehetőségeid. És van a középút, a kettő együtt, amikor azt csinálod, amit szeretnél, és nagyjából jól is élsz belőle. Ez a legnehezebb. Miért? Mert hát egy legtöbb ember nem tudja, mit szeretne. Át kettő mondottam ott az előbb. Eltelik 5 év, 10 év, megváltozol. És hiába keresel sok pénzt, nem fogod szeretni azt, amit csinálsz. Ez, amit fölvázoltam, hogy azt csinálod, amit szeretnél, és van is belőle pénzed, ehhez igazából egy dolog kell. Sokat mondogattam, de elmondom újra. Tudatos jelenlét, jelenné válás. Miért? Hogyha én ebből élnék, hogy megváltó vagyok, és tényleg egyházam van, minden vasárnap nyomjuk, vidámak vagyunk, beszedem a pénzeket, kurzus, tanfolyam, mindent háromszor ennyiért csinálunk, lehet, megfenyegetek mindenkit, ha nem adakozol, évente egyszer az egyháznak el fogsz kárhozni, stb. Tehát ha ezt így csinálnám, és milliárdokat keresnék vele havonta, akkor is lenne olyan pillanat, hogy kerek föl reggel, hogy úristen, nem akarom ezt csinálni, nem akarok föl kell, nem akarok kimenni az emberek elé, jaj, most megint el kell mondanom, úgysem értik meg. Érted? Nem azon múlik, hogy mit csinálsz, hanem azon, hogy hogyan. Most mi van? Reggel felkelek, és gondolj bele, hát én vagyok a galamb a vakond világban, hát ha nem lennék tudatos, nagyjából minden másodpercem olyan depresszióban telne, amit el se tudsz képzelni. Hát persze. Aki érezte már azt emberek, hogy nem ebben a világra született, aki már bámulta a csillagos eget úgy, hogy érezte, hogy hú, bárhogy csak ott lennék, az igazi otthonom. Aki már életében egyszer-kétszer érezte, hogy nem ide való vagyok. Na, szorozzátok be ezerrel. Tehát ezt élném meg reggelenként mindig, amikor felkelek, már halszom. De nem ezt élem meg. Mert nagyjából 0,03 mikromásodperc alatt átváltok jelenlétté. És abban a pillanatban megélem a boldogságot. Miért? Mert vagyok. Tök mindegy, hogy hol vagy. Tök mindegy, hogy mit csinálsz. Csak vagy. És ez nem mindig sikerül. Mikor megyek kocsival, dugó van, a boldogságom elvész. Mert azt láttam, mindenki bénázik, lassan haladunk. Értelmetlen az egész élet, mindenki csak szenved. De akkor megint van egy kis 0,01 mikromásodperces, és akkor már megint újra vissza. És mikor eladást tartok, vagy dolgozom, vagy bármi, vagy pénzt keresek, akkor is van ez mindig. De abban mindig újra visszaváltok. A jelenlétbe, hogy így fogalmazza. Emiatt voltak épp állandó jelenlétem van. Ez nem igaz, nem állandó, semmi sem állandó, miközben minden örök. De nagyjából nem szenvedek. Nincs az, hogy keresgélném azt, hogy mi az én utam, emberek. Ez egy örökké tartó csapda. Értsétek meg. Tudom, ez furán hangzik, mert erre lettünk kondicionálva. Te is írod, szeretnél véget vetni az örökös keresésnek. De ha keresel, akkor az örökké fog tartani. Nem keresni kell. Jelenlét megélés, és aztán létrehozni. Mindegy. Én javaslom, hogyha valaki így gondolkodik, mint te is, hogy akkor mindenképp egy belőled fakadó dolgot csinálj, de mindenképp tudatos üzleti jelleggel, magyarán sok pénzt keres belőle. Hozd össze a kettőt, mert akkor fogsz igazából tudni pihenni, ha a fizikai tested érzi a fizikai világban adta lehetőségek szabadságát. Magyarán, amikor mondjuk tegyük fel, embereket tanítasz, és egy hónapig mindenki a te lelkedet, meg a te véredet szívja, és mindenki fejlődik, és nagyon jó változnak, és csodálatos minden, akkor jó fog esni, ha megteheted mondjuk azt a kis testeddel, hogy egy hétre elvonulsz, nem tudom én,
horvát tengerpart, Ciprus a kent tengerpartra, és csak egy hétig csak bámold a hullámokat, és töltődsz, és tisztulsz. Ehhez pénz kell. Tehát ne a formához ragaszkodjunk, emberek. Oké, és meg kell tudni élni, nem kell, csak javasoltak neki, ilyen gondjai vannak. A jelenlétté válást. Rendben, ha ez megy, utána és közben lehet létrehozni a formát. A forma nyugodtan fakadjon belőled, de ne az aktuális álmod vágyadat próbált kiszolgálni, álmodat vágyadat próbált kiszolgálni, mert 3 év múlva megint teljesen más álmod és vágyad lesz. Oké, és találd meg azt, aki most vagy, azt hagyd, hogy pörögjön, hagyd, hogy fejlődjön, tudatosan tanuld meg, vedd hozzá az üzletet. Előbbi kérdés, legtöbb zseni nem tudja fölfogni az üzleti működést. Legtöbb zseni ezért szegényen hal meg. Zseni akkor lesz gazdag, ha hátra van mellette valaki, egy férj vagy egy feleség, ugye sokszor mondják, hogy egy sikeres férfi mögött áll egy zseniális asszony, és ez ilyenkor abszolút igaz, mert a zseni csak zseniskedik, az asszony meg mögötte számol, és kézben tartja a dolgokat, és az asszonynak van esze, a zseni az csak zseni. Tehát lehet, hogy neked is kell majd valaki, aki ezt a dolgot csinálja, ha nem látod át magát a üzletet, vagy nem akarsz le foglalkozni. Rendben van. De ha nem élsz meg egyfajta megvilágosodást, nem élsz jelenlétet, akkor az a játszma örökkön fog tartani. Örökkön. Emberek, maradt egy pár kérdés, ezt hozzácsapom a következő körhöz, és hát, ha sikerül a következő felvételeket megválaszolni, úgy lesz nagyjából, hogy ezt a felvételt most kedden vagy szerdán, valamelyik nap ugye kitesszük, igen, Zoltán mozgatja a szemüldőket, ez azt jelenti, hogy Isten tudja, valahogy kitesszük, és akkor a következő felvétel, mikor ez meg fog jelenni mondjuk a jövő héten, nektek már a kedden vagy szerdán, már lehet, föltesszük a következő hétvégén ezt a második részt, ami szintén a kérdésétekből áll, és aztán haladunk tovább. Nagyon sokan kérdezték, igen, szeptemberben emberek lesznek előadások, kis csoportos foglalkozások. Haladunk tovább, jó? Előre. Előttünk a szakadék. Na, jó kérdek.